Mielőtt bármi van, azzal fogok kezdeni, hogy ez itt megérkezett. Radics Peti haveromnak ugye az új söre megjelent, és így elkezdtem nagy ízével mondani, hogy mekkora nagy szám már, mikor a youtubereknek söre van, olyan még nem is volt. Aztán ugye a közönség egyből pukkant, hogy hát csodálat, a Spinzolosok meg is van söre. Mondom, mi? Azt itt voltatok a semmi. Akkor Pista jött egyedül, ő nem hozott. Most jöttem én is. Még akkor nem volt meg. De hát nem, ez nem volt meg, a mi sörünk meg volt. Nem volt meg. Fia, a lényeg az, hogy meg vagyok sértve. Nem. Én, figyelj, hívjál engem inkább Pista helyett, és én hozok mindig sört, megígérem. Istenem, megjártatok. Így nyalta be magát. Megjártatok mindennel. A te söröddel. De tényleg köszönjük szépen egyébként, nagyon-nagyon sokajtok. Elfogyott az összesem, úgy képzeld el. Fuck yeah. Egyébként már Vinyus, ugye eleve azt beszéltük, hogy azért is nem hamarabb lett ez a podcast, mint amúgy volt, vagy amúgy terveztük ezt a dolgot, mert gondoltuk, hogy járjátok meg Amerikát, aztán, hogy legyen mit mesélni. És ez hát ez is egyébként, mondom, nem is az, hogy ez volt így a fókusz része a dolognak, de nagyon sok nézőt láttam, hogy őket is nagyon megérintette, ugye Vinyus és az egész sztori, ami kint volt. Meg egyébként engem is baromi jól megcsináltátok a videós részét is, szerintem elég átütő lett, meg így elérte a célját, úgy gondolom. Tényleg nagyon-nagyon tetszett. De most ez mikor sikerül elérni egy ilyen célt, amit ugye beszéltél róla, amikor itt voltál, hogy a cél Malibu volt, az ez nektek így lett egy ilyen pont a mondat végére? Úgy gondolom, hogy nem, én úgy érzem, hogy ezzel még, tudod, mikor itt tartozol. Uh-huh. És valahol igazából nem kellett volna ezt végigjátszani, de ilyenkor nem tud eldönteni, hogy magadnak tartozol ezzel, vagy a cimboradnak, aki már nincs. Uh-huh. Egy kicsit azért maguknak is tartoztunk ezzel. Hát meg a családnak ugye, azt se felejtsük. Meg a családnak, tehát, hogy igen. Nem utolsó sorban nekik. Hát, tudod, köztünk volt egy olyan viszony, hogy ezt sokan nem tudják, hogy és a mai napig előjön, hogy ez nem egy ilyen alkalmazotti, beosztotti, főnöki sztori, és szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai napig sem az, bár nyilván viccelődünk azért, hogy hétfőn hozd be azt a papírt, aztán majd aláírjuk, hogy minden. Nem, de hát nem, ennek az egész pizzónak a lényege szóval... az ez, hogy nem, mi barát. Tehát, hogy ez egy baráti társaság, és egy bocsánat, most kicsit eltérek a témát, hogy csak ide kívánkozik, hogy egyébként egy csomóan írják, hogy nem akarjátok őt idehozni, meg nem akartok vele dolgozni, meg nem tudom mi. És mindenkinek megmondjuk, hogy figyelj, alapvetően ne keverjük össze, tehát ez kívülről lehet, hogy sokaknak úgy tűnik, hogy ez egy munkahely, meg mi bejárunk, dolgozunk, meg nem tudom mi, ami így is van, de hogy első körben ez egy baráti társaság, mi azért dolgozunk így együtt, mert mi kedveljük egymást, és ez a Vinyusnak az első ponttól ez volt az egyik legfontosabb, hogy olyan emberekkel rak egymás mellé, akik jól, tehát hogy jó hullámhosszon vannak, akik jól működnek együtt, és ez a mai napig ez egy tök fontos dolog, hogy tökre figyelünk rá, hogy nem engedünk be magunk közé olyat, aki mondjuk így el tudná kezdeni bomlasztani a társaságot, akár azzal, hogy vele jobban van, de őt fúrja, mert őt nem szereti. Ez több szempontból is egyébként egy rettentő jó gondolatmenet volt a részéről. Nem csak amiatt tudod, hogy a kapcsolat legyen jó az emberek között, hanem mi is sokszor ebbe vagyunk, amikor bővülésről beszélgetünk, hogy valamilyen szinten azért ez egy borzasztó bizalmi kérdés, nem? Tehát ez nagyon. Most egy ilyen saját dolog a Speed Zone. Tehát soha nem egy nagy vállalat lesz, tudod, aki, hogyha lecserélődik, akkor is ugyanúgy gyártjátok tovább a zoknit, hanem ugye ez egy másfajta tartalom, és hogy nem szeretne olyannal se dolgozni az ember például, aki tudod, de azt mondja két hónap után, hogy figyelj, de hát ezt kaptam is, egy jobb lehetőséget. Te is jól látod, hogy hát magatokon, nem? Igen. És mi is gyakorlatilag fogat összeszorítva agyaljuk ki, hogy akkor mégis hogy legyen ez, meg ki alkalmas erre. És sokszor, nem tudom, mondom, nektek biztos más ez, de sokszor a szakmai tudás másodlagos. Nem. Ez nekünk sem. Az emberi oldala sokkal fontosabb. Pont a Jani valamikor bejöttünk, kérdeztem, hogy ti hányan vagytok. Uh-huh. És hát igen, én is azt gondolom, hogy ez egy olyan, amit ti csináltak, az is egy olyan dolog, hogy ezt nem lehet, hogy az utcáról bejön valaki, és akkor jó, üljél le oda, figyelj, itt ez lesz a doboz, nincs ki. A legnagyobb koponya is, hogyha nem vagy csapatjátékos, hogyha nem ugyanarra elvezel, amerre a többiek, akkor nem fog úgy menni a hajó, akkor nincs mit, pont, nincs itt mit keresnem. Ez kegyetlenül hangzik, meg nagyon sokszor van az, hogy főleg az elején, amikor még tényleg csak három és felen hegesztettük ezt az egészet, vagy négyen, akkor tényleg sokszor az volt, hogy összeszorítottuk a seggünket, de mocskos mód. Mert egyszerűbb lett volna már valakit odahozni, csak hát, csinálja hát, már ezt meg ezt a szarlapátolást. Hát én így kerültem a kamera de, elé. Hát, hogy nem volt pénzünk, igen, operatőrre. Igen, én voltam a főszerkesztője a műsornak. De inkább akkor... azt mondtuk, hogy nem,
bazd meg, mert ez így nem tud működni. Persze, meg a közönség is nagyon rosszul viseli azt, tudod, amikor így jönnek-mennek az emberek, és tudod, nincsen egy állandó dolog, mert nyilván a Speedzone most már nagyon sok mindenkiből áll, meg csináljátok a kontentet, mint az állat, de a közönségnek ez egy, tehát van egy része, aki miattatok néz. De tudod, te is nagyon jó, hogy van egy autós teszt, akkor mit tudom, én nem tudom, most azt mondom, hogyha 10 ember nézi meg azt a videót, érted, abból legalább 5 az, aki téged akar látni, és kb. Mindegy, miről beszélsz. Mindegy, igen, milyen autó van. Ez így van. És az, ez a teamnek ez a lényege, ugye, hogy az image megmaradjon, hogy miről szól. És az a baj, hogyha olyan emberek vannak, tudod, akik így jönnek-mennek, mert ha mondasz neki 10 forinttal többet, akkor porzik utána az út, azzal nem tudsz előre menni. Nézd, Jani, hogyha ezt nem érzed a magadénak. Pisti. Jani. Megszoktam már. Jani, bocs. Sem baj. A szemüveges. Mindegy, Janihoz is szóljunk, mert attól jó, János nem látszik, attól még velünk van. Nyilván. Én érzem a tekintetét, mind a négy szemével engem néz, az aurájában ülök, én de érzem. Én ezt sosem veszem magamra, csak a nézők csinálják azt utána. Igen. Druszán. Csak maradjunk témánál, mert az a baj, már én is összezavarodtam. Ugye arról beszéltünk, hogy a team, meg az image, meg hogy szürreális ebben a világban azt kérni valakitől, hogy figyelj, itt kell maradni. Nem lehet, meg kell egy állandó sztori. Nézd meg, hogy pont az előbb beszélgettünk itt erről, még kamerán kívül, hogy akkora a szemét, akkora a zaj a neten, hogy boldog-boldogtalan csinál mindent, hogy tök jó az, hogyha vannak ilyen biztos leszúrt pontok a neten. Hogyha speedzone van, akkor ott van az 3-4-5 ember, aki így a kemény magot alkotja, és akkor csinálja, és akkor oda mindig visszatérsz, nagyjából tudod, hogy mit kapsz, meg mit várhatsz el. Igen. És ez a jó bennetek is, mert valami kialakult. Ebbe évek munkája van. Ez nem úgy van, ahogy már sokan gondolják, hogy faszon, veszek a MediaMarktból webkamerát, azt én leszek a csalifaszon nagy Jani a YouTube-on, de mert azok az idők már elmúltak. De mai napig ezt gondolják. Ettől függetlenül sokan ezt gondolják. Igen, hát ez már a YouTube-on nagyon nincs. De hát meg sehol se nagyjából. Igen. Mire te felfedezel egy platformot, addigra ott már egy milliárdan vannak, szóval mindentos ezzel. Hát meg nem Magyarországról indulnak el ezek, tehát hogy igen, tehát mire ide bejön, addigra már ezt valaki csinálja a legprofibb szinten, tehát te már csak... Hát én nem tudom megmondani nektek pontosan, hogy mikor találtam így meg a speed zont, hogy mikor kezdtem már nézni, de azt tudom, hogy mikor találkeztem nézni, még nagyon sokáig egyébként, tehát látszott, hogy ahogy telik az idő, úgy szépen haladtok, és akkor utána volt valamikor egy ilyen nagyobb pukkanás. De hát ez van, hogy ilyen az internetben, azok, hogy nagyon-nagyon sokáig, tehát kell a konzisztencia, csinálni kell. Az első 100 000-et még eléred, addig vérizzad. Hát az vérizzadás, abszolút. Annyira örültünk, megkaptuk a kis plakettünket, ugyanúgy, mint ti, hogy addig viszont te csak lapátolod, hát és ha... És még utána is egyébként, azt se feljük, hogy azért, hogy erről beszéltünk múltkor pont, hogy azért kurva igazságtalan az élet, mert hogy a Vinyust akkor szólította el tőlünk, amikor pont átfordult. Hát, vagy pont és ez hogy, volt a terv. És hogy hát oké, csak hogy tudod, én ezért haragudtam erre az egész helyzetre, mert hogy, tehát ha valaki, mi ketten tudjuk, hogy mennyi melót tett bele ebbe az egészbe, és 4,5 éven keresztül, vagy 4 éven keresztül ez inkább arról szólt, hogy vitted, raktad bele a pénzt, lapátoltad, de csináltad, már 4-szer megfordult a fejed, lehet, hogy a faszba kéne hagyni az egészet, ez jó ötlet volt, de nem sikerült. És gyakorlatilag utána egy picivel így egyszer csak történt valami, és akkor így, mint hogyha kilőttek volna minket, és... Azért haragszom, mert nem láttam. Nagyon. Megértem. Mert hogy tökre, tehát hogy neki most nyilván a családja mellett ez volt a másik, tehát az életének a másik szerelme, hát, és kurva igazságtalan az, hogy ezt ő nem élvezhette legalább egy kicsit. Tudod? Hát nézd, hogyha azt látod, hogy annak a munkának a gyümölcsét, amit akkor azt a fát elültettük, meg hát hordtuk rá, mert ezt pénzzel kellett locsolni. Ezt az egészet nagyon sokáig, de értsd úgy, hogy ha kellett, akkor a karórát eladták ezért, hogy nekünk pénzünk legyen, vagy tudjunk venni valamit, meg ott aludtunk a kanapén, meg ott hegesztettünk. Akkor viszont az van, hogy úgy ment el, hogy tudta, hogy egy egészséges dolog marad itt, ami most már azért, tehát feltolni a dombra valamit, az a meló. A lejtőn már gurul, és pont átbuktunk. És onnantól kezdve már lendületbe jött ez az egész sztori, mert már akkor jött a csikós, már tudtuk, hogy van a göbi, szóval egy összeállt már ez az egész történet. És igazából valami miatt ez is az oka annak, hogy nem is nagyon akarunk mi mást még magunk mellé. Világos, persze. Ez így jó.
De ez azt jelenti, hogy van nagyon sok ötletünk, és ezek van, nem biztos, van, hogy majd a speedzone-on belül fognak megvalósulni. Világon. Mert a lehetőség, ugye, tehát hogy az ismertséggel, vagy most, de most ez tényleg a leg... Tehát nem ilyen nagyképűen, hanem csak itt tök normálisan leírva, hogy a sikerrel, meg az ismertséggel jön nagyon sok lehetőség. És ugye ott válik el a szaramájtól, hogy te fölismered azt, hogy itt van ez a 10 lehetőség, de mondjuk melyik az a 3, ami valójában hozzád is tesz, és egyébként te is jól jársz vele, és a nézők felé is azt mutatod, hogy ezzel több lett az, amit csinálsz. És ebből van egy csomó olyan, amit így, ha akarod, se tudod belepasszírozni nagyon a speedzone-ba, de mi megpróbálunk egyébként ilyen out of the box gondolkodni, hogy egy csomó mindent akarunk csinálni, amit így mi csinálunk, de nem feltétlenül a speedzone YouTube csatornáján kell majd megjelennie, mert de hogy ettől még az is érdekel minket. Persze, nyilván ebben van egy csomó lyukrafutás. Ja, hát ezt akartam tudod, mondani, hogy ez nagyon veszélyes abban a szempontból, hogy szelektálni, tudod? Mert nekünk is, hát most érted, mint mi is, tudod, eljátszogattunk a Rage Game-jeinkkel, meg mit tudom én, és akkor utána egyszer csak lettek, meg lett minden, és meglettek olyan dolgok is, amik már nincsenek. Igen. Mert egyszerűen benne van az, hogy próbálkozol valamivel, és hogyha nem megy, pont ez az. Az a baj, hogy az energiát, amit elvisz, azt tudod, hogyha tudod más helyre rakni, el kell tudni engedni. Ezek mind olyan buktató pontok, amit mondtak egyébként, eljutni a fordulópontig, belátni, hogy mit érdemes, mit nem, ami miatt egyszerűen nem tud mindenki ilyet csinálni az interneten, mert ezeknél elhasal a nagy százalék. Igen, csak tudod, ha, hogy is mondjam, hogy 100 felé áll a cipő, ha nem indulsz el 100 felé, amerre a cipőd áll, akkor nem tudod, hogy melyik lesz az, pontosan ez a baj, ahol eléred az áttörést. De a másik ha nem próbálod ki, akkor meg egy gyáva szár vagy, és lehet, hogy 10 év múlva meg azt fogod mondani, hogy ezt akkor meg kellett volna lépni. De egyébként meg pont tehát, hogy ebben meg kurva nagy segítség az, hogy mi nem mint munkatársak vagyunk ebbe benne, hanem mint barátok. És amikor én egy lehetőség, akkor sose az van, jó, én vagyok az ügyvezető, de sose az van, hogy akkor én most jött egy e-mail, ezt nem. Jó, ezt igen. Hanem, hogyha valamiben látunk fantáziát, akkor leülünk, és együtt, közösen megbeszéljük, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk. És szerintem ez a legfontosabb benne, hogy mi nincsen egyfejűség, vagy szóval, hogy nincsen ez a... Nem tudom, nincsen ez a tudod, mint a multiknál ez a, vagy én 11 évig multiba dolgoztam, tehát én nagyon olyan beállítottságú voltam, hogy van a főnök, és akkor majd ő megmondja, hogy merre megyünk, de hogy nálunk kurvára nem ez van, hanem mi közösen eldöntjük azt, hogy merre szeretnénk menni. És persze vannak viták belőle, de ezek meg egyébként viszik előre azt. De alapvetően úgy könnyű, hogy mi azért nagyjából tudjuk a Bencével, hogy a Tibi ő mit gondolt, meg mi legyen az irány, hogy egy kicsit a Manscape, meg egy kicsit, és ebből a szempontból igaza van, mert azt látjuk, hogy tényleg erre van igény. Van rá igény, hogy normális tartalmat gyártsál. Hogy azért néha a szemétben legyen egy kis edukatív része is. Ez az egyik része ennek az egész Manscape dolognak, a másik meg a karakterek. Tehát ezek mindig olyan dolgok, amiket látni akarnak az emberek. Nagyon sok mindenkinek úgy alakul az élete, tudod, hogy van rengeteg sok minden, amit mondjuk látnak nálatok, hogy mit tudom én, tudod, megy a garázsszerelés, meg elmentek ide-oda, meg stb., amikre vágynának, de realista emberek, és tudják, hogy most még nem, vagy nincs itt az ideje még, és legalább látnak karaktereket, akik megélik ezeket, mert a nap végén élményt adsz. Általában ezekkel a kontentekkel leeresztenek az emberek, tudod? Tehát, hogy igen. Azért nézik, kikapcsolódjanak, szórakozzanak. Nagyon elfelejtjük azt, hogy mi volt annak idején a YouTube-nak, meg az összes ilyen netes videóplatformnak a lényege. A szórakoztatás. Igen. Nem a pénzgyártás, igen. Azt hozta magával. Szórakoztassunk. Ez volt a televízió lényege is. Mi ne befolyásoljuk az embereket, ne politikai eszköz legyünk. Szórakoztassunk. Mi legyünk azok, akiknek köszönhetően elfelejthetik a szart, ami az ajtó mögött van. Így van. És ezt nagyon-nagyon-nagyon mellette vagyunk sokszor a lónak emiatt, hogy ezt elfelejthetik. Mi megpróbálunk mindig szórakoztatóak maradni, akár úgy is, hogyha ez azzal jár, hogy bevállaljuk a saját hibáinkat. Nekünk se tartana semmiből kivágni a vágóasztalon a ciki részeket az anyagokból, de szándékosan hagyjuk benne. Oh. Vagy a legfontosabb... Hát de most nem, Jani. Soha nem. Soha. Azt akartam kérdezni egy ponton tőletek, igen? Nem, ez abszolút tudatos. És nincs véletlen. Ezek vagyunk mi. Ha. Aha, értem. Tehát az, hogy a Pista, érted, mindenki ajnározza őt, egyébként nem jogtalanul, például, hogyha most a mostani amerikai epizódban a Jengszer Múzeumot most adást megnézik, akkor Pista nyilván jó, persze, utána olvasott, meg utána nézett. Igen, ezt tudom, nagyon de annyi infót elmondani, bazd meg, nem lehet. Tehát, hogyha előtte 5 perccel elolvasod, akkor talán a felét el tudod mondani fejből. Tehát az, ami a Pista fejében van, azért tényleg egy kurva nagy tudás. És akkor
kommentekben meg jönnek, hogy hát az nem is úgy van, mert az úgy van, és mi is tudjuk, meg Pista is mondja, hogy ú, igen, azt elbasztam, az nem az, hanem az a már összekevertem, és akkor nem az, hogy vegyük újra, hanem hogy így volt jó, így volt eredeti, így volt benne a stenk, akkor hagyjuk így. Veszem. Mert másodszorra már mahe lesz. Tudod, ez mindig a... Mi mindig... Ja, nem lehet még. Tehát igen, nincs olyan, nincs tehát, olyan. És akkor inkább az, hogy bevállaljuk, hogy kiírjuk a képernyőre, hogy csillag, persze, hogy éppen Pista hülyeséget mond, ez valójában jössz, az szóval, tudod, nem tudod, hol vagy, milyen, azt sem tudod, hogy mi várat. És akkor ez volt, és akkor persze, baszki, nem is az MN volt, az a CN volt, nem a DN. Tehát ezek olyan részletek, amiken nem érdemes fönnak adni. Lehet szőrözni, értem, lehet értem. Szőrözni, de mindig a nagy képet kell nézni. Szórakoztál, igen, ez sokszor poén forrás is egyébként. Jó, persze. Igen. Tehát, hogy benne hagyunk egy hibát, és aztán még 10 percon megint előjön, és akkor azon megint együtt röhögünk a de, nézővel. De ki lehetne venni, de direkt hagyjuk benne. Hát ne játsszunk már, ne fessünk már magunkról egy fals képet. Hány hazai youtuber beleesik ebbe a hibába, hogy ő a tévedhetetlen mormon proféta, érted? Mert felkészül, szarrá vágja az anyagát, kirakja, és akkor el is várják tőle innentől kezdve, hogy ő ez legyen, és találkozol vele a valós életbe, érted? És egy bocskort állt valójában. Ez a baj, hogy hazudsz magadról a nézőidnek. Meg egy fals képet állítasz egy fals magadról. Képet ez állítasz a nagyon szerint. Fontos, rengetegszer találkozom youtuberekkel, celebek, tök mindegy. Uh-huh. Olyan emberekkel, akiknek a videóiba belefutsz. Úristen! És hogy így van egy kép benned, hogy egyébként ő milyen, és amikor találkozol vele, akkor tök más. És akkor szoktam elgondolkodni rajta, hogy jó, egyébként a tartalmak, amiket nézek tőle, ja, azok egyébként szarrá vannak vágva. Ja. Hát akkor valószínűleg egyébként az van, hogy ő egy olyan képet alakított ki magáról, ami valójában nem ő. Nekünk meg pont az a cél, hogy mi a legtöbb ember azért szeret minket, mert mindenki azt mondja, a legtöbben ezt kommentelik, hogy olyan volt, mintha ott lettek volna velünk. Igen. És pont ettől. Ez egy koncepció, amúgy az ő részükről is az egyébként. Tehát hogy mondjam neked, nyilván tudni kell a korlátaidat. Tehát egy fokon az, aki tudod, hülyére vágja saját magát, az tudja magáról, hogy tudod, nem tud egyszerűen összefüggően beszélni, tudod, olyan sokáig, vagy nem tudom, de szeretne tartalmat gyártani. Ezek között vannak olyanok, akik például olyan szinten tudatosak ebben a témában, és meglepődnétek, kikről van szó, de most tényleg nem akarom mondani, ez egy privát dolog, hogy nem jönnek el. Nem tudjuk őket elhívni ide. Ja, azért, mert ennyire de, nem... De elmondják. Hogy azért nem szeretem az élőszereplést, vagy a, tudod, ezeket a longformat dolgokat, mert nem tudok. De ezzel egyébként saját magadat is beskatujázod, mert egyébként elkezded magadnak mondogatni azt, hogy én nem tudok élőben összefüggően beszélni, akkor előbb-utóbb ezzé válsz te. Tehát, hogy te magad is elhízz, és akkor... Szóval, hát ez meg a másik dolog, tudod, hogy fölkerül a szarapolcra, azt hiszi, hogy habos torta. Szóval azért Magyarországon sokan esnek bele ebbe a hibába, hogy hát van egy szint, valahova, igen, valahova eljut, és onnan ő akkor ő az, nem. Itt pillanatok alatt a média, az itt pillanatok alatt, Bence tudja legjobban, from zero to hero, és vissza. Vissza pillanatok alatt. És az internet ugyanez, a YouTube ugyanez. Azt, most neked áll a zászló, az azt jelenti, hogy a következő pillanatban, mert felkap a szél, az azt hiszi, hogy sas vagy, pedig nem, csak egy darab szemét, amit felkapott a szél. Nagyon sokan elhiszik magukról, hogy... Én nem egyszer mondtam, vagy volt szó erről a műsorban, és még ott mosolyogtunk is Janival, így reggeli műsorban beszéltünk arra, hogy a közönség nem, azt mondja, tehát nyilván nem azt mondja, mert nem akarja bevallani saját magának, de itt elvágnánk a köldögzsinart, hogy... Egy évig mi nem csinálunk semmit, az meg te hülye vagy, öt nap után túllép mindenki ezzel, ez az élet van. Az ilyen. Érted? És gondolj bele, hogy ez mindig is így volt, hogy már amikor a római hadvezérek annak idején bevonultak Rómába, és ünnepeltették magukat, és hozták a több ezer foglyot, ugye kék ruhába, aranyruhába, lóháton vonultak be, virágkoszorúkat dobáltak rájuk minden római hadvezér mögött, volt egy bilincsbe vett rabszolga, akinek az volt a dolga, hogy folyamatosan azt sütogja a fülébe, hogy memento mori, emlékezz a halálra, ne szállj el magadtól. Te is halandó vagy, te is meghalsz. És ezt felejtik el nagyon sokan. Úgy a médiában, mint a politikában, mint a közéletben. Mi is néha megfeledkezünk róla, lehet ti is néha megfeledkeztek róla, de a közönség az mindig visszaránt. Erre, bocsánat, nem tudom mennyire lehet, mert akkor kivágjátok, hogyha nem annyira, a Shaken Expresso-s csaj megvan. Meg. Persze. Amit te is csináltál róla. Hogyne. Te is csináltál róla? Hogyne, imádom nem, szerintem. Nem, mert a mi TikTokunk letiltotta. Miért? Azért mesőr voltak szerintem az ember? Nem, szerintem, vagy azért mesőr voltak a kezelben, vagy a kislány bejelentette, hogy ez sértő. Nem tudom, ez most... De figyelj,
Csenge, a csenge. Csenge, cice, figyelj ide, hát szóval azért ezt nem kell ámlet írteni. De nem, várjál, de várjál. Akkor szokjál rá a sörrel, mélyebb lesz a hangod. De várjál, ezt most nem ezért hoztam föl, hanem azért, mert hogy Csenge egy ideig nem zavarta őt, hogy a Shaken Espresso-s videója után mémeket gyártanak igen. belőle. Egy idő után már bántónak érezte. Hát hogy felfutott pedig a TikTokja? És akkor csinált egy videót arról, amiben elmondja, igen. hogy őt ez mennyire bántja. Azért, mert ő azért kezdett bele ebbe az egészbe, hogy olyan tartalmakat gyártson, amik majd az utókornak fönnmaradnak, és ebből az emberek majd tanulnak, vagy valamit ad az embereknek igen. pluszba. Ezeket úgy hívták, hogy József Attila meg Radnóti Miklós. És ezen gondolkodtam, hogy nem úgy, hogy Shaken Espresso Csenge, igazán nem akarlak megbántani. Hogy ő mit gondol, hogy ő mit ad ezzel az utókornak? Igen, olvassa a Pilinszkit, szavald el a neten, tett fel, aztán az megmarad. De nem, most tehát Shaken Espresso. Jó, nem, hogy aranybogár, én megértem, hogy csak tudod, azzal, hogy te felvállalod, hogy videót teszel ki szőke, kékszemű kislánykét Shaken Espresso-zol a neten, hát te eddig melyik világban értél? Hát szétszednek, ezek farkasok. Nem szétszed, ez ilyen. Figyelj, ez nem? ilyen. Ezt fel kell vállalni. Azt kell mondani, igen, én vagyok az. Én a helyedbe tudod, mit csináltam? Volna pólókat nyomtatok, baszki, azt mörcsöt csinálok belőle. Igen, pontosan. Vagy megkérem a Starbucksot, hogy kezdje el nyomatni a fehér csokis Shaken Espresso-t. Meg van a másik oldal, mert ő egyébként nincsen tisztában magával, őt azért bántja ez az egész, mert az ő fejében is egy tök fals kép van magáról, hogy ő egyébként mit csinál az interneten. Kelemen Anna múltkor elindította a TikTok csatornáját, és akkor elmondja az Instagram oldalán, vagy nem a TikTokját intotta el, az OnlyFans-t megcsinálta, és mondta a TikTok csatornáján, hogy na, sziasztok, ez utolsó bejelentkezésem itt a TikTokon, mert hogy az van, hogy van egy másik platform, ahol azt csinálhatom, amit szeretek. Például vetközni, mert vetközni szeretek. Értem én. És hogy, de nem, csak hogy azt mondom, jó, de Bence, most pont a Kelemen Anna, az meg a süllyedő hajóban, ne fessük a korlátot. Én értem, de most nem, érts már, hogy mit akarok mondani. Hogy Kelemen Anna, aki pontosan tisztában van azzal, hogy egyébként ő miért népszerű, ő felvállalja azt, hogy hello srácok, igen, engem azért néztek, mert vetközök. És Csengével meg az a baj, hogy ő meg nem, nincs tisztában azzal, hogy őt azért nézik, mert... Mert ő is vetkőzhetne. Hát egyrészt, vagy mert hogy egy kicsit úgy butácskának tűnik így a... Nem biztos, hogy izé, hát csak nem, itt annak tűnik. Hát, figyelj, mi is lehet tűnünk tévedek. Valamilyennek, aztán lehet, hogy a való életben meg nem olyanok vagyunk. Hát mindenkinek van egy felvett póza, meg amilyen szeretik kicsit az van, emberek. Kicsit van, de mondom azt... Hogy te is hülyen néznél ki a Sturcanti hangjával, szóval azért neked ez így... Te így kész vagy a netre. Az biztos egyébként, hogy igen, tehát, hogy ki hogy van összerakva, nyilván ezt értem. Visszakanyarod egy picit arra, aki tudod így magukkal kapcsolatban, hogy nincsenek tisztában. Mondom, vannak, tehát megengedte az internet, tudod. Abszolút. Ez volt az, tudod, hogy a 100 000-ből egy volt a tévé. Az internet az már nem 100 000-ből egy, az már 100 000-ből, mit tudom, 10 vagy 100. Azért, mert megengedett ilyen dolgokat, hogy ugye a formátum engedte ezt a minden oldalról vágdossam a dolgokat, stb. Nincs az a baj, amit tisztában van valaki. Amikor például elkezdett, tudod, de ez, tehát, amit mondtál is, hogy mi lenne a feladata, hogy ez egy szórakoztató content. Azért ülünk a ló egyik meg a másik oldalán, a nézői oldalról, és értik félre a dolgokat. Ez azért van, mert ez sugallja, ezért vált minden a világon. Ezért vált Hollywood, ezért vált a sport. Minden ezé vált, hogy lóvé, nézzétek meg, a stúdióigazgatók, a sportszövetségi igazgatók, már mind marketing szakemberek, meg üzletemberek. Már régen nem a művészek, már régen nem sportolók, nem erről van szó. Minden pénzközpontú, és hát ezért van az, ugye, hogy az, hogy valaki tudott megcsinálja a reklámokat, stb., hogy fenntartsa a csatornát, ez már nem egy hihető koncepció. Mikor most a Forbes-szal beszélgettünk, akkor egyértelmű volt, hogy úgy néznek ezekre a cégekre, akik tudod, YouTube-on tevékenykednek, hogy így. Hogy miket csináltak ember, hogy egy üzlet nem így néz ki. És igen, nem így néz ki egy üzlet, de ez tök más. Ez teljesen más. És pont ezért nem működnek nem a értik. Dolgok. Igen, nem értik, értik. Hogy hogyan működik. De azok a mechanizmusok, amik az üzleti életben működnek, lehet, hogy a virtuális életben egyáltalán nem igen. működnek. És mi is csinálunk reklámokat? Én is szoktam. Oké, okay, rendben van. De, az a sose volt gond, szerintem. De ugyanakkor, ha meg tudod tartani azt a szórakoztató aspektusát, vagy oldalát a dolognak, a tartalomnak, amit gyártasz, akkor meg fogják nézni az emberek. És ez a lényeg, hogy amikor már nem vagy szórakoztató, akkor csukd be az ajtót, vedd fel a kabátot, azt mennyi elvájárnak, mert akkor ez nem neked való. De ez így van. Mondani, fogd meg anyukát kezét, azt sétáltuk el a kisegítőiskolába. Szóval. Nem, de ez így van, hogy a nap végén egy szórakoztató kontentnek kell lennie annak, ami készül az interneten, vagy legalábbis látszania kell, mert mindenkinek van szárnapja, tudod, hogy van ez. De alapvetően ez kell legyen, és mondom, a Speedzone alapvetően látszik, hogy ez.
ez a szituáció, hogy ez a helyzet, tudod, hogy álltok a dologhoz, és azért élvezett nézni. Mert most érted, a trend ellen megy az, amit csináltok. 50 perces videóban az meg. Mi? Ne sértsél már meg, légy másfél óra, jó? Vagy másfél óra. Ki a és akkor tudod, mi is megkapjuk, ki a faszom néz végig, bazd meg annyi szart. Az, igen, aki szeretné, bazd meg azt. Igen, és ha megnézed, hogy mennyit nézik az átlagidőt, és azok 10-szer annyi, mint amit... Figyelj, Magyarországon ma a YouTube-on az átlag nézettség, ez 2 és 3 perc között van. Nekünk 17-22 az átlagunk. Ezt tudjuk erősíteni, hogy az kibaszott durva. Az beteg, igen. Az sok. Az tényleg kurva sok. Ha mi nézzük egy-két dolgon, hát hagyjuk inkább, hogy mennyi, tehát a figyelmet hogy lehet lekötni. Jó, hát nyilván ti máshol vettök nézettségünk. Meg ez mi más. Vagyunk, meg, a nézési idő az más téma. De ugye, az más abszolút, téma. Persze nem. Ez nálunk is nagyon kevés alapvetően, hogyha azt nézed, az emberek meglepődnek azon, hogy 20 perc az átlag nézési idő a másfajta videókon, és ez nem olyan, hogy máshol jobb. Igen. Sőt. Rohadtul nem. Tehát nem tudom, mit kell csinálni, hogy ez bekövetkezzen, de nagyon durva. De tényleg a trend az, hogy egy olyan piacon kell jelen lenni, ahol az első egy percben, amikor elmondod, hogy miről fog szólni a videó, az a dolgoknak a 80%-ában a skip. Jó van, mondjad már, bazd meg, hol van, amit mondtál a címbe. És így abban a pillanatban, és így, bazdik, jó, hogy nem tudod, hogy mit kell nézni benne, bazdik, hogy nem. És tudom, már olyan gyors, már hadarok, mint az állat, hátha. Beszélgetjük, jó, akkor ezt az infót elmondjuk a végén. Mit a végén? Milyen vagy? Megvan a nyereményjátékot nem teszünk a végére, a kutya nem jut el odáig. Ne hülyeskedjél. Pillanatban... Vagy a legelején elmondod, vagy soha többet. Annyi, letette a sört. Nagyon durva. Nehéz piacról van szó, az tény. De ne nézd, pontosan ezért, amit mondtál a dombos példával, hogy ezért nagyon nehéz átbukni. Tudod, azon a ponton, amikor megismer a közönség, szeretnek titeket, és már tudtok fantáziálni. De hát ez olyan, mint az élet, tudod, és akkor oké, lendületbe jössz, de alapvetően lefelé mész, csak ezt utána legyen mondani, elég lendületed, hogy felmenj. Ezt akartam mondani, hogy az a szerencsés, hogyha a domb után van még egy emelkedő, bizony. Mert lehet, hogy nincs, és akkor de, fú, az lefelé a szar is nehéz, mert nézd, ugyanaz van, mint nálatok van, hogyha nem fordítasz komoly energiát arra, hogy folyamatosan keresd, kutasd, hogy merre menjünk tovább, akkor véged lesz. Én már jöttem el olyan cégtől, ahol elhittük magunkról, hogy kurva nagyok vagyunk, és addig jártunk helyben, míg gödröt jártunk magunk alá, amiben aztán térdig beleestünk, és nem tudtunk többet kijönni. Mert tök mindegy, hogy mit csinálunk, úgyis megnézik, hát nem. Nem. Pont hát a minap volt erről szó nálunk is egyébként érdekes módon, hogy ugyanez van nálunk is. Sokszor nagyon nehéz. És vért kell szarni, tök mindegy, mekkora vagy, mennyien néznek, nem lehet úgy hozzáállni, hogy jó, hát csináljuk valamit, azt úgyis megnézik. Nem, mindig ötletelni kell. Múltkor, itt van, bocsi, hogy felhozok most ilyen gyakorlatilag. Felállt, kérdezi tőlünk, mit tudom én, a minap kérdezi tőlünk, pont Radics Pető, mik ezek a hülyeségek, ilyen viccmesélős videókat, meg ilyeneket csinálunk. Igen, csak ugye azt kérdezte, hogy most megint 2016 van, vagy miért mentünk vissza ezekbe a dolgokba? Azért, mert folyamatosan próbálgatni kell a dolgokat, mert egyszerűen elsüllyedsz, hogy tehát mindenki, aki megállt, hogy geci nagy király vagyok, most már mindegy van. Csináljuk ilyet, vágjál fapofát. Na, igen. Hogy hívják a pénzéhes madarat? Nem tudom. Kondorkesejű. Bazd meg. Ezt ne csináljuk. Ezt ne csináljuk. Mivel megy át a cigány majd a folyón? Igen. Ladik. Jó, mindegy, ez így kell, faszom. A felfájásra meg diklofen a koncert. Nem vagy. Jó. Jó van. Igazatok van. Aki nem de marad. Készültél. De Lacival egyszer 3 napig erről beszéltünk. Csípővel. Visszakanyarodva. Igen, azt látjuk, hogy aki nem progresszív, az megáll. És sokan a nézői oldalról azt mondják, hogy na jó, de miért kell mindig előre menni, oda vész olyan, amit ők szeretnek, meg ilyenek. Ezt meg kell érteni, hogy ilyen a világ. Abszolút farkas törvény van. Vagy. Vagy egyébként ott van tök jó ellenpéldának a mai kereskedelmi csatornáink. Igen. Az elmúlt 8 évben hány új műsort láttál? Hát én nem nagyon láttam. De nem, most ugye megnézed, 11. X-faktor, 8. izé. Tehát, neki. Hogy az RTL is és a TV2 is azt csinálja, azt tolja, ami megy. És addig, amíg nem döglik meg az a műsor úgy, hogy már kutya nem nézi, addig azt fogják gyártani. Igen. Csak ennek meg az a veszélye, mint ami történik is, hogy a tévénézettség az így megy. És lehet, hogy akkor, amikor már megdöglött egy műsor, és kitalálnak egy kurva jót,
és megcsinálják, csak azt már a kutya nem fogja megnézni. Sajnos igen. Nehéz ezt, én sose szoktam, nem szeretem a hagyományos médiát pont ezért, de nem szoktam soha az adott vezetőségre mindig felróni ezeket a dolgokat, mert biztos, hogy kurva nehéz kibalanszolni ám azt, hogy jó, persze, hát nyomjunk új cuccot, érted? Csak soha nem tudod, hogy mi van. Igen, nem tudod, hogy nem az baj, az ér a gané, amit néznek, ott jön a pénz. Pisti, én ebben dolgoztam 11 évig, tehát hogy részben azért tudom, hogy milyen döntések mentén történik ez. Kettő meg. Ti is úgy csináltok, úgy teszteltek új tartalmat, hogy leforgatjátok, és nem az van, hogy négyen leültök, megnézitek, ha, ez geci jó lett, ezt imádni fogják, hanem az van, hogy leforgatod, rányomsz, hogy akkor feltöltés, kiteszed, és akkor igen. Várod, hogy na, mi a reakció. Na, igen. És ugyanez lenne a menet egyébként kereskedelmi tévénél, csak benne van a nevében kereskedelmi tévé, tehát ő addig üti a vasat, amíg, tehát hogy egy műsort addig fog csinálni, amíg az valamennyi pénzt hoz, és neki nem érdeke kísérletezni, mert őt nem az érdekli, hogy te jól szórakozzál, őt az érdekli, hogy a reklámidő el legyen adva. Világos. Igen, ez a nehezebb része a dolognak, és ezért látom azt, hogy azok a csatornák, amilyenek ti is vagytok, az ott történő döntések, bővülünk, csökkenünk, új műsor lesz, valamit, amit eddig csináltunk, elhagyunk, ezt mindig nehezen viseli a közönség, pont azért, mert érzik a különbséget. És mikor látnak, tudod olyan, tehát mikor belelátnak az üzleti részébe, akkor az tudod olyan fájdalmas mindig. Jó, hát figyelj, mi is próbálkozunk, próbálkozni is fogunk, meg próbálkoztunk is újabb meg újabb dolgokkal. Mi tudjuk azt mondani, hogy bocs, fiúk, ez nem jött. Volt olyan, hó, hány olyan volt. Volt olyan, volt. Hogy azt láttuk, hogy ez működik, de ez az olyan, mint az élet, bazd meg. 170-nel szágódó trofitrakkal baszatod a sivatagba, jön gödör, szikla, sár, nyeled a mocskot, minden, de kimozgod. Egyszer már nem mozgod ki, mert jön egy nagyobb kő. És ide tartozik. De így kell. Így megyünk végig az életen, abszett. És így de ezt az nem tud más sem. És az előzőhez, kicsit ehhez is kapcsolódik meg az előző is, amit beszéltünk, hogy egyébként egy csomó olyan csatorna van, akik ugye a negatív kommenteket írtják. És ugyanúgy, ahogy mi például nem vágjuk ki a hibáinkat, mi például csak a ami nagyon személyeskedő, tehát amikor Pistát lerománozzák, pedig nem az. Na mindegy. Igen, tudom, hallatszik, igen. Igen, sokan ebbe a csapdába esnek. Szóval, hogy ami nem személyeskedő negatív komment, azt ott hagyjuk, mert kurva fontos az, hogy mondjuk egy videónk fönt van egy évig az interneten, és egy év után visszanézel oda, és megnézed a kommenteket, hogy egyébként az, amit mi akkor kitaláltunk, az mondjuk egy év távlatából, akik mondjuk 3-4 vagy 2 hete nézték meg, azokban hogyan csapódott le ez a műsor, mert ebből tudsz tanulni, tehát hogy most nagyon sok példát tudnék felhozni, hogy van egyébként egy csatorna, van egy videója, 150 ezer megtekintés, 8500 like, 10 komment. Azért ott azt érzed, hogy ott akkor valami, ott valami nem stimmel. Elég sokan kasszálják. És egyébként pont ugyanez, hogy a mi most valódiságunkba, vagy őszintességünkbe, ez is beletartozik, hogy ha valaki leírja azt, hogy szar, amit csinálunk, ott hagyjuk, mert ő tehát ezt nyilván, gondolja. Nyilván felhúz, mert jó. Te látod azt, ami munka mögötte van, meg akkor gyere ide, azt csináld, mindig ez a legjobb nyilván. Válasz, mert ebből sosincs semmi. De falsképet mutatnánk magukról. Persze, hát most nem kell mindenkinek tetszeni. Szóval Teréz anya is belerúgott a macskába, ha nem néztek oda meg akkor azért. Jaj. Szóval nem biztos, hogy ő is olyan volt, amilyennek gondoljuk, mert nem. Hogy nem kell mindenkinek tetszeni, nem is ez a cél. Nem lehet ez a cél, hogyha... Mert nem lehet ez is, a cél. Hogyha elvérzel azon is. Persze. Hogyha mindenkinek akarsz tetszeni, akkor igazából senkinek nem tetszel. Igen, tudom. Ezzel kapcsolatban nekem azért vannak problémáim, nyilván. Amiről tud. Hát az emberben, tudod, megvan ez a... Nagyon érdekes dolog ez, tudod, amikor... pont üzenném a Xiaomi-nak, hogy majd egy szakálnyírót akkor a Pistinek. Abszolút. Az kell még. Az a durva, hogy nem, néha impostor szindrómának hívom, de ennél ez egy kicsit gyakorlatiasabb, hogy nagyon nehéz megoldani például azt, tudod, amikor te csinálod, tudod, ugyanazt a hülyeségedet, amit csináltál eddig, ami volt, tudod, mit tudom én, akkor is ugyanúgy csináltad, amikor ekkora volt, mint most, de közben a közönség túlnő rajtad. És a kifelé menő dolog, rólad, a kép, amit alkotnak rólad, azt tudod, ez a, persze, hát ők profik, meg ott annyi lóvé van, meg a minden, tudod, és egy idő után elkezded úgy érezni, hogy várj már egy kicsit, tehát most lehet, hogy tudod, már nagyon-nagyon messze ment az a busz, azt már nem is nagyon látom, hogy hol van. Tehát, hogy tudod, hogy most én egyáltalán
még ugyanaz az ember vagyok, aki kész ezekre az akadályokra, vagy tudom venni ezeket a dolgokat, és én olyankor szoktam, amikor ebbe így belemegyek fejbe, olyankor szoktam nagyon érzékeny lenni, tudod, a dolgokra, mert úgy érzem magamban, tudod, hogy sokkal többet várnak tőlem, mint amire sokszor képes vagyok. Tudod, amikor megcsinálsz mondjuk 10 műsort egy héten, és 2 kurva jó volt, az egy jó dolog alapvetően, nem? Na, de amikor a közönségről látod azt, hogy mennyire elvezik azt a 2-t, akkor elkezd basztatni azt, hogy a másik 8 miért nem olyan. És ez az a dolog, amiben így beörlöd magad a faszomba. Igen, csak ilyenkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy azzal lettél-e, aki lenni szerettél volna, vagy azzal lettél-e, akit a világ akar látni. Igen, ez jogos. Ez jogos. Mert ugyanez van nálunk is. Én ilyenkor mindig hátra lépek egy lépést, aztán így elkezdem magamba lejátszani, hogy honnan jöttem, hogy uh-huh. Hogy, és én ugyanaz a gyerek vagyok. Az, hogy közben keresek pénzt, meg közben sok ember ismer, bocsánat, de én ezt leszarom. Én ezt nem azért csinálom ezt az egészet, hogy ismert legyek, vagy híres legyek, hanem hogy úgy tudjak élni, ahogy én szeretnék. Azzal tudja foglalkozni, amit én szeretnék. Meg ezért fontos az. Az, hogy ezt hozza magával. Ezért fontos az, hogy akkor mert felvállalni a hibáidat. Jogos. Meg az, hogy barátokkal dolgozol. Mert egyébként meg néha neki is nehéz. Tehát, hogy a Pistán azért... rendszeresen eljön az a pont, és most ez nem lehet így időhöz vagy bármihez kötni, amikor annyira belelovalja magát mondjuk egy negatív hullámba, amikor tényleg, és egyébként tök jogtalan jönnek a fasz kommentek, és tényleg betalálják a származását, nem tudtál megbeszélni magyarul, itt élsz már mióta, aztán még mindig nem megy, tudod meg ezek, és akkor fölbassza magát, és tök jogt, és akkor tényleg leszoktunk ülni, és akkor átbeszéljük, hogy na, de hogy egyébként most van ez a hülye, oké. De hogy közben meg téged zavar az, hogy még mindig az A-val mondod? Nekem sem zavart. Cél az, hogy te ne úgy beszélj. Nem. Ja, te mert igazából én leszarom most. Nem, csak ezért fontos az, hogy egyébként, hogy igen, baráti társaság vagyunk, mert mi így egymást, tehát hogy így de ez ugyanúgy igaz rá is, szóval igen, hogy ilyen védjük egymást, vagy hogy támogatjuk egymást, de hogy... Hát szükség van erre. Nagyon, és egyébként az emberek ezt nem is tudják, hogy így, amire platformon mi kint vagyunk, és én nagyon minimálisan, mert azért elég ritkán jelenek meg, de hogy amit a Pista, a Göbi, Csík felvállalnak, azért egy olyan, tehát tényleg egy olyan platformon kihelyezed magad, az ott nagyon nehéz. Igen. Nem állt, aki állsz a kirakatba, akkor azt nézik? Persze, azt, hogy azt, ami ott van a kirakatban, azt mondhatok, ez a kommentálják. De én ezért bírom azt, hogy például az első adás, vagy a második adás benne van a segge, érted? Pista, lehetne már az, aki érte? Én már sokkal népszerűbb, nem mutogassad már ezt. Attól, hogy engem most ismer egy fél ország, attól, mert nekem van seggem. Hogy lenne? Tényleg? Van. Ja, láttuk, van. Igen. Sőt, fingani is szoktam. A lányok is pukiznak. Az még elmaradt Bocsi. Szerintem nekünk is eddig a műsorban. Igen, de majd... Nem fingottunk. Nagyon jó. Nem, félreértés ne essék. Nagyon jó meg lehet gyújtani amúgy, ez egy remek móka, ez ilyen, az ilyen fizetős tartalom. Azt akartam mondani, hogy ez már külön cuccot, vigyázzál, nem szabad csak úgy osztogatni. Ez lehet majd az utolsó videótok, tudod, amikor elég volt mindenből, a végén fölfekszel az asztalra, és akkor ezt figyeljétek! Figyelj nekünk! Van egy ilyen tervünk nekünk, hogy az utolsó videók, az lesz a legeslegőszintébb videó, ahol tényleg így, na, figyeljetek ide! És akkor mindenkinek megüzenjük, amit... Az a baj, hogy akkor biztos, hogy nem az utolsó lesz, ez a baj. Mert az nagyon sikeres lesz. Figyelj, megértem, tök jó amúgy, amit mondtak, és teljesen jogos is. Egyszerűen annyi van, hogy valamikor tudod, az ember beül egy ilyen hintába, amiből nehéz néha kijönni, tudod? De baszki, itt egy órája sírunk. Faszom, ne sírjunk. Dehogy sírunk, dehogy sírunk. Dehogy sírunk. Ez megint az fog lejönni, majd azoknak, akik nézik, hogy jó, leülök, ott panaszkodnak, de milyen jó dolgok. De mi most panaszkodtunk? Én próbálok a nézők szemével gondolkozni. Hát ez egyrészt ugyanaz, ugye, hogy látod őket, és tudod őket, tudod, mit várnak. Ó, hát én már nagyon ismerem. Ez ilyen. Én azt gondolom, hogy soha nem árt időt áldozni arra, tudod, hogy amikor így szakmabelékkel beszélgetsz, tudod, akkor úgy megtárgyalni, hogy máshogy látja a dolgokat. Nem mentő az, hogy tudod, hogy a másiknak is szar, vagy a másiknak is jó, de néha az jó hallani, tudod, hogy máshogy is ugyanazokkal a problémákkal. Ugyanaz a helyzet egyébként. Figyeljék, én most nekem egy tök jó dolog jutott eszembe, hogy a Jani elárulta, hogy ők minden évben egyszer legóznak élőben. Végig live-ozzák azt, hogy összeraknak egy legót, akár egy Titanicot, vagy akár bármit, hogy most 21-én lesz, az nekünk nem jó, de mondjuk jövőre nem hívjuk ki őket, hogy mi ketten előbb összerakjuk azt a legót, mint ők.
bazd meg, az azért elég ott van a szeren. Azt hiszem, azt akarod mondani, hogy beisztok, és elkezdtek kommentelni egész nap, hogy a kurva anyád. Az idén meg lesz, igen, az idénre, de jövőre, hogy egy ilyen, tolhatnánk egy ilyen versenyt, hogy Janiék adnak össze. Állunk elébe, mert igazából érted a kontentben semmit nem változtat, mert csak párhuzamosan megy. Menjél be oda, mert egyébként azzal, hogy a felutat, hogy új, összerakva a legót, tehát ők ezt nem vágják annyira. Nem. Mert látszik nem, rajta, hogy ez nem. Akkor valami egyforma szett kell, amit nem tudjuk, nem hogy mi az. Nagyon fontos. Annyit mondom nektek, hogy készüljetek fel, hogy ne olyan egyszerű ez dolog. Egyébként csak mondom. Egy seggel összerakni a legót. Tehát azt is egy seggel raktuk össze. Figyelj, mi, tehát hogy nekünk az összes autót, mi kurva sokat legózunk. Nem egy évben egyszer, mint egyesek, hanem... Na. Igen. Semmi, nem csak... Nem is egy évben egyszer elgondolom. Amúgy igen. Nem, csak szerintem ez egy vicces kontent tudna lenni. Abszolút vicces, főleg, hogy most már egy paprikázod a dolgokat, így egyre jó. Na jó, akkor addig gyakorlok. Ezt így meg lehet volna. Jani kivesz fél év szabadságot, tudod? És sötétben belenyúl, hogy ebbe a hibába én is bele szoktam esni, tudod, mikor nézem ezeket a próbildereket, tudod, hogy nézem a TikTokon, ott volt a srác, biztos tudja, kiről van szó, hogy 12 óra alatt az Eiffel-torinak megépítette az alját, azt így ülök, hogy mi van? 12 óra alatt ember, az alatt kifosom a fél legóból, tehát adjál már picsába. Ebben a hibában én is beleesek. Jó, a valóság az nagyon durva. Nekem úgy szokott lenni, amúgy egy ilyen, tehát ez úgy, hogy elkezdjük ilyen délután 2-kor, és ez tart másnap reggel 6-7, attól függ, hogy mekkora a szett. Nekem ilyen 3 napig így billentyűket nem tudok nyomkodni. Amúgy, tehát olyan szinte szétdagad az ujjad. Hát neked, de mi éjfélkor már a Pistába kocintunk, azt megyünk. Ó, már éjfélkor szétfeleszedem. Rakom vissza az acskóba. Jó. Gurul a Big Ben, bazd meg éjfélkor. 2023 lesz az éve ennek a dolgok, amikor ezt így megpróbáljuk karácsonykor. Majd lehet, most összehangoljuk majd más dolgokkal, és most eszembe jutott egy-két dolog ezzel kapcsolatban. Jó ötlet. Jó ötlet, miért ne? Meg egyébként azon gondolkodjunk majd el, és most ez nyilván megint nem feltétlen vág ide nagyon szorosan, de hogy mi az elég kompetitívek vagyunk Pistával, és szeretünk játszani is, tehát hogy kitalálhatunk ilyen dolgokat, amiket így néha csinálhatunk együtt. Mi egy azért szoktunk gémelni is, nem tudom, ti mennyire vagytok ebbe otthon. Nem, azt is csak egy évben egyszer. Én akartam kérdezni egyébként, hogy van még olyan játék, amivel munkán kívül játszotok? Van. Van, de nagyon, de nagyon ritka. Nagyon ritka. Nincs az már meg, mint régen volt, ugye, család is, minden. Nem, nincs meg, és ez nagy bajám. Nincs, hogy... de nem nagy baj. Van mást mit csinálni. De a játék részét én kielem a itt bent. Aha, neked egyébként elég annyi. Megmondjam miért? Elmondom a titkot egyébként ebbe a dologba. Ha otthon játszom valamivel, tudod, amivel amúgy is játszanék, tehát úgymond szabadidőmben játszanék, előfordult nagy ritkán, de ez ilyen 4 évvel ezelőtt, azóta hagytam gyakorlatilag abba. Amikor játszol egy játékkal, tudod, és történik valami, és felnézel a monitor tetejére, csak otthon nincs kamera. Igen. És rájössz arra, hogy úgy, hogy nem streameled, nincs is nagyon értelme. Mert figyelj, megvan az a feeling, amikor gépezik. Baszki, ezt miért nem forgattuk le? Igen, de ez még mélyebben gyökerezik. Amikor játszik valaki, érted, és oda hívja a nagy tesót, hogy nézze. Miért jobb az neked, ha néz valaki? Miért kell ott legyen mellett anyát, hogy nézze, milyen ügyes vagy? Mert kurva a társaságban tölteni az időt, megosztani az élményt. És nekem olyan szintre ért ez a dolog, hogy én nem tudom élvezni már egyedül annyira. Aha. Mint így, ez tök érdekes. Úgyhogy én azért nem. Érdekes. Nem azért, mert már nem áldozok időt, tudod, saját magamra, de értem. Ez megváltozott. Simán lehetne csinálni egy valami ilyen zárt sztorit, ami ahol együtt valami. De mindegy, ezt meg agyalunk. A speedzone-os videókban például azok a kontentek, amikor tudod, egy autót teszteltek meg ilyenek, azokban is a legfaszább részek azok, érted, amikor látszik, érted, hogy vigyarok spin pina a lavarba, hogy mennyire kurva jó az élmény, tudod, kened, teszed bele a izébe, látszik rajtad, hogy hogy megindult, tudod, pedig nem is beszélsz a kamerába. Nézik, látják az emberek, és kurva jó. Érted? Megvan az a rész, hogy megosztod az élményt. Persze. A másikkal, és ez nem azt mondom, hogy addiktív, de azért benne van a pakliba, hogy kurva jó ám elmondani. Vagy ha valami szar, az is ugyanúgy, de hogy így elmondani. Nagyon sokszor történik valamit, amikor ugye feljelentkezik, hogy baszki, ezt miért nem vettem. Igen, miért állt meg a kamera? Fú, miért de kár ezért. Hány ilyen, úristen, hány ilyen olyan hát olyan mi ezért figyelünk van, kurvára hogy... arra, hogy például mindenkinek a zsebében most már olyan telefon legyen, hogy amivel, legalább valahogy, igen, amivel, valami amivel legyen broadcast minőségben tudsz forgatni, mert hogy például Amerikában is
rengeteg. Tehát reggel 6-kor, amikor fölkelünk a lakóbuszba, hát akkor nincs az, hogy a raptorok, hol tudod? A kamera, meg hol a GoPro, vagy a nem tudom mi, hanem tehát fölülök hátul, telefont előveszem, el van húzva a függöny, recs, kihúzom, és akkor azt látom, hogy a gyalsogatjába Pista éppen a forró ízét keveri. Göbi valami csiguszos zokniba, bazd meg, a fejében szóló zenére rázza magát. Peti meg így próbál, a banja pandamaci szemtakaróba így próbál még aludni, kussoljatok már egy kicsit. Tudod, és hogy ez hogyha rákészülnél, hogy akkor most vegyünk egy reggeli ébredést föl, akkor nem lenne belőle semmi. Tehát, hogy, nem lesz hiteles, nem vagyunk színészek. Nyilván. Bár azért Pistának amúgy egyébként van színészi vénája. Hát én felvételiztem annak idején oda. Van amúgy is ki tud alakulni, nem a színészi véna, hanem az, hogy tudod, hogy van kamera, tudod? És van, amikor tudod, így úgy érzed, hogy valamit, hogyha így tálalnád, az úgy királyabb lenne, tudod, és így rá tudsz tenni. Ahogy reflexből van ez a nem az van, hogy álljatok meg, van egy ötletem, hanem már mikor közeledtek az elég valaki, igen. Már tudod, hogy amúgy ez így még kurva jobb lesz, és úgy fordulsz rá, vagy egyből előveszed, tudod, vagy valami. Az alapkoncepció egyébként most tökre idevág, hogy a Speedzone-nak az alapkoncepciója ez volt. Én azért kerültem a kamera mögé, mert egyszer valamelyik elsőt forgattuk, és Pista nagyon sokat beszélt ki hozzám, akkor a kamera mellett álltam, de mi már tök jól egymásra hangolódtunk, és így én értettem, hogy ő mit akar, ő értette, hogy én mit akarok, és így elkezdett nekem dumálni. És visszanéztük a felvételeket, és egyszerűen az volt, hogy bazd meg, ez így működik, és akkor Bence, gyere csak ide, itt ez a kamera, fog csak meg, és akkor tudod, én egy általán kamera, igen, és akkor most mi forgassunk, jó. És hogy a Pista nem a nézőnek beszél első körben, hanem hogy nekem. Ő a néző, tudod? Mert ő annyira laikus volt az autókhoz, hóthülye, hogy tök jó volt neki magyarázni. És ettől működik. Igen. Mondjuk ez azóta sem változott. Kapd be, köcsön, mekkora egy faszopó vagy. Te azt, hogy muszáj volt ide rakni, mi? Persze. Kellett. Rohadó. Ez tök jól működik. Érdekes, hogy ezt mondod. Neki tényleg nem értek hozzá. Nem is tudom. Szerintem az első legalább 4 évben, ez nálunk is pontosan így működött, nekem mai napig hiányzik egyébként, hogy az összes gameplay meg minden szarba, nem tudom. Hát egy kartonján itt tegye ide magaddal. A régi, nagyon régi, nagyon nagy megtekintéses hülye videóinkat találjátok. Én mindig Jalinak anyázok, én mindig neki de mondom. De azt vágod, hogy most is ezt csinálod. Igen. Csak a Jani nincsen bemikrofonozva. Én most is ezt csinálom, sokszor. Most is arra nézel, hogy kimutogatsz. Tehát a mostani unboxingot is néztem, hogy ez egy csomagol, és egyszer látod, hogy feliratot megjelenni, mondom, mi volt ez. Visszatekrelem, ja, Jani a háttérből magyaráz. Igen, meg az, hogy meg most is hozzábeszélek, sokkal jobb. Sokkal jobb. Jobb az interakció, persze teljesen. Ezt is lehet csinálni, élőben lehet csinálni, csak nagyon nehéz menedzselni. Ezért szoktam azt mondani, hogy az élő, meg az on demand, vagy a VOD, az is on demand. Mindegy, teljesen más műfaj a kettő. Tehát, hogyha mondjuk azt akarod, hogy mondjuk Pistát valami genyóra felbasszák, akkor live-oztatni kell állandóan. Mert úgy, hogy folyton lássa a kommenteket, érted? És amikor először nyúl rá a telóra, hogy visszapörgen, akkor tudod, hogy na most minden kamera rá, érted? Most elkezdünk, mi a fasz mondtam? Állati. Élőben nehezebb menedzselni azt, azért is szoktuk azt csinálni például ezekben a podcastekben, bár ez most nem live, a múltkori az volt, igen. Nincs chat. Tehát én láttam már olyan podcastet, amikor két ember beszélget, és van chat, tudod, és így azt látod 5 perc után, hogy az egyik ember így... Tudod, látod, hogy folyamatosan meglátod valamit, igen. És azt várja, hogy mikor lesz megint, tudod, hogy most már nem jó, eltereli a figyelmet. Azokban. Nem, amúgy ezt nekünk is meg kell fogadnunk ezt a tanácsot a hétfői adással kapcsolatban, csak ott viszont meg... De ott meg ez volt a cél, hogy interaktív. De nézzétek, nem azt mondom, csak nagyon nehéz live-ban megtartani azt, amit mondjuk mondasz, hogy tudod, hogyan kezelitek a kommenteket a módon. Ja, nekünk nem. Jó, hát most is elkanyarodtunk a témátumban, mocskosú. Így van. 10 perc után nem itt voltunk. Na, de terveszel az élet, most mi jaj, zé, legyünk, várjatok, most a következő napi rendi pont az lesz. Erről most túl sokat beszéltünk. A schedule, igen. Nem az a baj, hamarosan jön tudod az OMO reklám, úgyhogy most már meg kéne fogni. Ezért szeretem egyébként. Átküldjétek egyébként a marketing ügynökségnek a száma, az OMO-t mi így szívesen reklámozunk. Igen. Meg a Tenabolt most főleg. Az a mosószer? Nem tudom, biztos, most csak így eszembe jutott. Ja. Én azért szeretem egyébként ezt a podcast formátumot annyira, és azért próbáljuk nem feladni, bár ugye nagyon karakterfüggő, hogy mekkora az érdeklődés ez iránt, ja. A műsor iránt, de az a jó része, tudod, én mindig mikor annak idején, tudod, mikor kispöcs voltam, és voltak ezek a tévéműsorok, most nem feltétlenül Friderikusz, de mondjuk mondhatjuk őt is, meg a külföldi, tudod, Jay Leno, meg stb. És tudod, hogy elhívják a kedvenc színész, és így bázz meg, úristen, ő fog beszélni, és nem szerepel filmben, és tudod, így elmondja, hogy az legutóbbi forgatásán milyen üdítőt ivott, majd zenekar is vége. Igen. És ennyi?
5 perc. Ez volt? Mi a faszom? Elhívtátok, hogy elmondjon egy vicces sztorit? Ennyi a műsor idő. Ez a jó a long format, vagy tudom dumálni. Ki nem szarja, miről beszélgetünk, én ezt mindig élvezem. Végül Jimmy Kimmel is egyébként tökre ellene megy ennek az egésznek. Tehát ott nézd meg, ott meghív egy embert, és akkor bazd meg 40-50 percen keresztül ott van, kitalálnak minden fasságot. Ő is működik. Mert ha érzed, hogy jó a flow, akkor oké. Ha viszont nem érzed, akkor nem kell erőltetni, akkor azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, ennyi volt, akkor menj kalapra. De mi is ezt szoktuk csinálni, nincsen konkrét hossza például a hétfői speakeknek, van, amikor 40 perc, mert éppen annyi volt benne, van, amikor meg 1 óra 10 után kell előni. Vagy idő után érzed azt, amikor elkezd tudod már így elbukni, akkor így jó, akkor engedjük el. Ezek jó dolgok. Visszakanyarodunk. Elbúcsúztatok Vinyustól, állati jóval, tényleg. Nagyon köszi az élményt egyébként, mert néha tudod, igaz, hogy szórakoztatásról beszélünk, itt már egy ideje, de az empátia is egy bizonyos része a szórakoztatásnak, vagy az együttérzés, vagy maga azt tudod, hogy megosztasz valamit valakivel, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok néző egyébként ezt így egy nagyon pozitívan élte meg, most hogy ez megtörtént. Most 21-én lesz 2 éve, hogy meghalt, és... Nem, egyébként ezzel nagyon sokat beszélgettünk, meg nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy nyilván egyébként egyrésztről ugye ez a Vinyus családjának a kérése volt, hogy a hamvajnak egy részét vigyük ki, oda, ahova valójában Vinyus vágyott. De valahol meg is beszéltük ezt vele. De ugye ez mi tudtuk, de hogy egyébként tök jó volt, hogy találkozott a Ritáéknak a kérése azzal, hogy egyébként mi hogy gondoltunk erre a dologra, és hogy én nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy ebből mi az, amit még megmutatsz? Mert hogy tudod, ez egy, főleg nekünk ez egy nagyon bensőséges dolog, de közben meg a Vinyus legalább annyira volt... Expresszionista is. Igen, meg hogy a követőinknek az életében, főleg amikor elment, hányan jöttek a szerkesztőséghez gyertyát gyújtani meg. Szóval, hogy közben meg úgy éreztük, hogy tartozunk a nézőknek is valamennyivel, vagy valamennyit lássanak belőle, és akkor... Ebből lett az, hogy ugye valamennyit mutattunk belőle, és aztán utána, ami meg ott történt, azt meg már csak a család láthatta. Persze, csak tudod, amikor eljutsz, elvisz a lendület egy olyan pontig, amikor ott állsz az óceánparton, a kezedben az urnával, és akkor nézel szét, mint confused Travolta, hogy na jó, de most akkor mit, vagy hogyan? Hogy lehet ez egy fenkölt, méltó izé? És a vége az, hogy szétszúrod, azt nézed, hogy elviszi a vízhaverodat, érted? Meg hogyan tovább egyébként, ez a fura benne. Mit csinálsz? Hát semmi. Én nagyon vártam, hogy ez majd egy pont lesz. Nem az, hogy jön a jóisten, azt így beleszúrja a hamvait a 2 kilométerre a parton. Soha nem ilyen valóság, igen. Nem. De mindig úgy jó, ahogy van. Nem, ez jó volt úgy egyébként. Ez jó volt. Nem kell hozzátenni semmit. Ezek úgy képzeld el, hogy ez annyira szürreális volt, hogy elvitte Tibit a víz, megittunk egy üveg bort egy páran, és elindultunk fölfelé a parttól, és abban a pillanatban, és az eskü így volt, meg a fényképen látszik is a csoportképen hátul picibe, megjelent 2 olyan csaj egy Toyotával, hogy leszopott még a szomszédot is. Ledobták magukról a textilt, és bementek habzsidőzsizni, úgyhogy így széttett lábbal, ott jött a kis dagály, meg minden, így hancúrozni a vízbe, és így felnéztünk, hogy köszi Tibi. Jó. Mindenki azt mondta, hogy ezt a Vinyus küldte most ide, de így a semmiből semmi, érted? 2 olyan briga, hogy úristen, és a fotón a háttérben kicsiben látszódnak is, mondom, úristen, ezt nem hiszem el. Ez sehol senki nem volt az egész párton, hogy pont abban a pillanatban, pont az a 2 csehodat, és tesó, ezt nem voltál, mert ezek ember szállt. Úgyhogy hát ez egy ilyen pillanat volt, ugyanakkor tényleg valahol pont került ennek a lezár dolognak a végére, ettől függetlenül nyilván naponta 1000-szer emlegetjük, meg most meg nyilván még inkább fogjuk, mert nekünk egy kicsit a karácsony azért örökre összefonódik ezzel a szomorú sztorival, főleg azoknak, akik ott voltak, de menni kell tovább. Menni. Meg hát ő is ezt szerette volna biztos. Így van, és megyünk ki is, nincs semmi baj, nem szóval, nem panaszkodunk, megyünk, csináljuk. Igen, meg tényleg szerintem az a legfontosabb ebben, hogy folyamatosan bár minden döntésünk mögött azért ott van egy gondolaterék, hogy a Vinyus hogy akarta volna, vagy a Vinyus ezt hogy csinálta volna. És azért próbálunk nyilván az észszerűség keretein belül, tehát hogy nem mindenáron, de hogy azért igen, mindig figyelembe vesszük azt, hogy ha ő most itt lenne, akkor ő erre azt mondaná, hogy... És egy... Igen, szóval, hogy ez tök fontos, hogy ilyen értelemben meg mindig itt van velünk, mert hogy ugyanúgy alakítja
a jövőjét ennek az egésznek. Persze, csak közben tudod, nehéz, mert ha meg megnézed azt, hogy hová lett a magyar írott és íratlan autós sajtó. Azt megmondhatnád, hogy hová lett. Nincs az a mély gödör, aminek az aljára ne esett volna most be úgy, ahogy van komplett. Ugye ez? Hát ezt tudom. Hát látom. És ez, jó, nyilván te benne vagy sokkal jobban ebbe, de szerinted ennek alapvetően amúgy ez így történt volna, akármi történik most a világban? Nem a világnak a dolgai vitték el a konkurenciát, meg a többieket, hanem az, hogy nem érdekli őket az, amit csinálnak, meg nem ezzel élnek. Igen, az a baj, hogy ez a meló... Akit meg érdekel, aki meg ezzel él, annak meg nem volt már helye ott, ahol 12-en mennek az egyik irányba, a másik meg egyedül a másikba, és ezt a kötelet nem tud elhúzni. Nagyon sajnálom azt ebből a szempontból, mi hogy is? Sok helyen az van, tudod, hogy nyilván most, nyilván én, mint tartalomfogyasztó, mert ebből a szempontból abszolút az vagyok, szarok az okokra, de hogy az, hogy tudod, az, mikor nincsen honorál vagy tehetség, tudod, aki jó abban, amit csinál, annak mindig ez a vége. Sajnos, hogy idő után elveszted őket. És utána nagyon nehéz kikeveredni. Honorálva is, meg amikor látod, hogy az irány, amiben megy valami, persze az is benne van, igen. Csak tudod azt, hogy látjátok azt, hogy a karakterekhez kötődnek amúgy a követők. Abszolút. Tehát én láttam azt, amikor ugye a Csíkkal megtörtént ez a mozdulatóra, és nekem vannak ilyen régi haverok, akik őt nagyon szerették, bárhol volt. És tudod, ők akkor mondták azt, és tudod, ez az emberre válogatja, ők akkor mondták azt a speedzone, hogy na, meg most már akkor oké. Okay. Most már azt nézem. Csak tudod, mert egyszerűen minden ember visz magával valakit, mert őt szokják meg. Tehát amikor egy brand arról szól, tudod, hogy kik azok az újságírók például, akik dolgoznak neki, akkor ott ők a zsák, a pénzes zsák. Nem, akkor a brand az amúgy, érted, az nem sok. Persze, ez probléma. Meg azt mondtad, hogy Gyurmából nem lehet zenekart faragni, szóval ők nem fognak ott játszani, nem lesznek karakterek, nem lesz arcuk. Mm. Igen, kell megérteni egy vezetőnek, aki, vagy annak, aki próbál összerakni valami ilyet, hogy neked nem szolgákra van szükséged. Igen. Sajnos, hanem konstruktív, kompromisszumkész emberekre, akik önálló gondolatokkal rendelkeznek. Ez addig működött, amíg nem volt erre alternatíva, igen, meg lehetőség, hogy valaki másik oldalra közelítsen. Meg azért azt sem szabad elfelejteni egyébként, hogy most az, amiről beszélgetünk, az igazából arról szól, hogy te azt mondod, hogy ez egy probléma, én meg azt mondom, hogy egyébként ez egy tök jó dolog is egyben, hogy... Változnak, arra gondolsz? Nem, arra gondolok, hogy nem a brand a fontos, hanem benne a karakter. Uh-huh. Ez egy tök jó dolog, mert hogyha te meg ezt felismered, akkor onnantól kezdve nyert ügyet tud lenni. Most csak nagyon egyszerű példa, mondjuk mi itt vagyunk mi. Jönne egy akármilyen cég, aki azt mondja, hogy hú, ez a Spitzon fúvára megy, vagy itt vagytok ti. Ide jön mondjuk az Asus, jól mondom? Mondja azt, akár az, igen. Hogy valami cikibet kéne, nem tudok. Jó van az, igen? Mattel. Ide jön az Asus, és azt mondja, hogy na, srácok, akkor ezt az egész Hubele boncot itt, mit tudom én, 200 millióért megvesszük, na és akkor jön a kérdés, hogy akkor vagy itt maradtok és csináljátok tovább, tehát ő fölismerte, hogy a karakter működteti a brandet, és akkor itt tartiteket, és megy tovább minden, vagy azt gondolja, hogy ő megvette a brandet, kibasztiteket a picsába innen, mert megvette az egészet, ideülteti a saját emberét, és akkor majd néz, hogy megy. Igen. Na, de hogy egyébként ez abból a szempontból egy jó dolog, hogy addig, amíg egyébként te tisztában vagy azzal, hogy a brandedet a karakter viszi előre, addig szerintem tök jó, tehát hogy, és véd is. Mert minket például kerestek már meg úgy, hogy akkor mennyit érhet ez a szarít, és akkor tudod, az van, hogy először megijedsz, hogy hú, geci, most ezek itt akarnak valamit, akkor mi lesz, aztán meg rájössz arra, hogy ja, hát várj már. De megveheted a speedzont, ja, csak hogyha nem ő van benne, meg nem a Göbi, meg a Csík, akkor a faszodra is húzhatod, mert hogy engem. Az, hogy speedzone, az nem fog az embereknek semmit jelenteni. Én ebből a szempontból mondtam, hogy tehát abból a szempontból a probléma, amennyiben ez a hozzáállás, tudod? Hogy, ja, igen. Én úgy értettem, hogy úgy probléma, hogy ugye azt hiszed, ugye, hogy gyeplőn fogad ezeket, igen, az embereket, és örülj, hogy itt dolgozhatsz. Hát azért nem így néznek már ki a dolgok. Nem így néznek már ki. Azért ez egy óriási erő. Bizony, hogy megvan. Ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás, de mondom, a legegyszerűbb üzleti modellben is nagyon fájdalmas lassan ez a dolog, hogy így állnak az emberek. Tudom én, hogy persze mindenhol megvan, de specifikus helyzetek vannak, de akkor is
én mondom, nagyon sajnálom, hogy emiatt elvesznek dolgok, mert azért a darálóban, tudod, elhullanak emberek. Hát ez így van. Akik amúgy lehet, hogy lehetnének nagyon-nagyon jók, csak hát sajnos ugye beragadnak. Hát csak az a baj, hogy nem megakasztani kell a darálót, csak úgy átesni a fogak között, hogy ne legyen bajod. Igen. Menni tovább. Igen. Csak annyira, én azt látom, annyira frusztráltak sok fiatal, meg annyira nem mer kiállni, vállalni azt, hogy ő esetlenül béná a saját arcát, vagy valami. Ezek voltunk mi is, mai napig ezek vagyunk. Hogy fél a reakciótól, mert az internet kegyetlen. Na most, ha nem vagy felkészülve erre, akkor viszont rossz munkát választottál. Ez is igaz. Én kicsit hiszek abban is egyébként, és jó, hogy mondtad így átkötve azt, hogy az internet milyen, hogy tudod, azok a fiatalok, mint tudom én, 20 évesen, hogy most megáll valaki, vagy 18 évesen, hogy mondjuk, mint tudom én, szeretne mondjuk ezzel foglalkozni, de nem érzi magába, és elfogad bármit, érted, csak valamit hadd csinálják meg minden, mert én nem vagyok itt senki. Igen, internet van, és látod, ha nem is a saját bőrödön, a másik én megtapasztalt, hogy szétköpnek a faszomba. Régen mi volt? Régen nem volt ez. Régen elég volt, hogyha tudod, a szomszédban, meg a szomszéd utcában te voltál a Jani, és akkor ennyi, te voltál a Jani, azt le volt baszva az egész. Nem az volt, érted, hogy felmentél az interneten, és akkor találtál egyből valakit, akinek kétszer rosszabb pöcse van, meg akkora, mint egy ház, meg, de nem ez sugallta a világ neked, érted, hogy neked itt bizonygatnod kelljen. Más volt egy kicsit az önbizalom. Én nem akarom azt mondani, tudod, hogy a hópihéket megértem, mert nem értem meg őket, de nehezebb már egy kicsit, tudod, így széllel szembe húgyozni. Persze, és nem az a megoldás, hogy te odaállsz, és elmondod, hogy már pedig ez így van, mert nincsen súlya a szavadnak. Igen. Nincsen mögötte tartalom, szóval nem állhatsz ki úgy az emberek elé, hogy már pedig én most akkor megmondom, mert de ez, igen. Ha a luft van mögötted, nem akkor... x évnyi tapasztalat, meg hát azt, hogy látták, azért... Igen, ez nagyon gyorsan kiderül, de egyébként ez nekem az a fura, hogy mostanában beszélgettem fiatalabb srácokkal, 17-18 érettségi előtt álló fiatalok, hogy továbbtanulás, mit szeretnétek csinálni? TikTok, basz, meg mi? Tanulni fasznak. Főleg TikTokra látod annak a csávónak is, basz, hogy csinált két videót, megnézték 200 ezen, azt már nem tudom, mi támogatja. És mondta neki, hogy értem, de szerinted ez majd így hogy lesz? Hát hogy? TikTok? Csak elmondom, vicces vagyok, és akkor majd megkeresnek. És mondtam, hogy hát azért várjál, Na, és ezzel kapcsolatosan egyébként beszéltem, van nekem, én angol tanár, kommunikáció szakon végeztem, tehát én lehettem volna tanár is, nagyon sok tanár is van. A jó Istennek. Hogy nem. Igen, én is áldom a jó egyet. Jézus egész, Mária. Benne. Nem, azért jó lettem volna. Jó, persze. Jó, legjobb tanár. Oj, de jó lettem volna. English teacher. Az, very nice speak. Very nice. Az. Szóval, hogy beszéltem pár tanár ismerősömmel, hogy egyébként ők így beszélgetnek a diákjaikkal, még most gimnáziumról beszélgetünk, hogy mik akarnak lenni, és azt mondták, hogy egyébként az elmúlt években nagyjából ilyen mondjuk ilyen 20-30%-ról ilyen 60-70%-ra ment föl az, hogy én influencer akarok lenni. Hogy ja, ez egy... Ez egy... De hogy? Mert azt látják, bazd meg, hogy no-name senkiházi emberek, nem akarok senkit megbántani, Instán, TikTokon, bármin. Neked mi a szakmád, Pisti? Én kereskedelmi és marketingnak készültem, de... Jani, neked? Én hálózati mérnök vagyok. Na tessék. Na de látod. Szóval, hogyha belül itt a biznisz, akkor nekik van szakmájuk. Te ne influencer akarja lenni, hanem asztalos, meg ez kapcsolódik meg bádogos. Ahhoz, amit csinálnak. Hidd el nekem. Még, ha nem is központi gázvíz szerelő. Sokkal többet keresel majd, mint egy influencer. Hidd el nekem. Én most hétvégén asztalos, voltam a tetovált asztalos, van egy Insta vagy még YouTube csatornája is. Most azért reklámban? Nem reklám. Keci, tudod, hogy hívják a csávót? Vályi Bence. Igen, ez a neve a csávónak. A legnagyobb barc. Úgyhogy minden is üdvözlöm. És ilyen workshopokat tart, ahol apukák gyerekbútorokat csinálhatnak meg. És én csináltam a kislányomnak egy ágyat. Uh-huh. És elmentem, megcsináltam, kurva jó volt. És pont arra gondoltam, hogy egyébként bazd meg, hogyha lenne rá időm, én minden héten járnék ilyen workshopra, mert szépen lassan megtanulnék asztaloskodni, és ha bármi van, akkor van egy kézzelfogható szakma a kezemben, mert amúgy is van affinitásom, én nagyon szeretek barkácsolni, meg ilyenek, és tök jó lenne valamit tanulni. De ezzel a két létcsapóval akarsz tanulni. Ezzel a két létcsapóval, mindjárt kapsz kettőt. Szóval, hogy nem csak, hogy egyébként mennyire veszélyes ez az egész, veszélyes, hogy 17 éves gyerekek azt gondolják, hogy pusztán azzal,
hogy Shaken Espresso, meg faszom tudja, ő neki majd lesz pénze élni. Igen. Hogy, hát hogy ő szakmaként tekint arra, hogy ő majd vicces videókat gyárt. Jó, lehet TikTokra. Ebből, lehet ezt üzletszerűen csinálni. Lásd. Oké, okay, az a baj csak ezzel, az nem hogy, hogy nem, tehát ez nem így működik. Ez nem így működik. Ez de nekünk most nem nektek kell ezt elmondani. Tehát ez abból a szempontból szürreális, hogy azért nehezen hiszi el az ember, hogy egy ennyire nagy valamennyi jelenség mögött, tehát hogy ez úgy van jelen, hogy nincs mögött a semmi. Tehát ez nem így működik, és ők nem lesznek influencerek. Tehát így, hogy tud valami így benne lenni a köztudatban, és ennyi embernek az álma lenni, amik nem lesznek. Egyszerűen nem lesz, de nem így működik. Mert azt látják, hogy egyébként megnézze az Instagramot, ami egyébként egy ilyen reklám temetővé vált a mai napra, már gyakorlatilag, hogy nagyon sok most név nélkül háziasszonyok, anyukák, mit tudom én, semmi más tartalmat nem gyártanak, csak azt mondják, hogy egyébként... Még egyszer látok, hogy anya befőz csatornát, letörlöm az Instát. Mert hogy azt látják, hogy egyébként semmit csinálva van hány követőd, azt nézd meg, a néve neki is küldött egy ajándékcsomagot. Igen, csak nem kopogtatnak ezeknél a srácoknak, de abból nem jön meg. Ő még nem csinálja, de azt tervezi, hogy majd... Tervezi, de és azt gondolja, hogy leérettségiztem, influencer lettem. Az király. A videó. Ezt jó tudni, én ezt nem tudtam, hogy ennyire durva. Nagyon. Nagyon. Azért ez baj. Hát, hogy ne lenne baj? Kurva nagy baj, nem lesznek. Itt, akik itt ülünk az asztalnál, szerintem egyikünk se... Tehát, hogy én világéletemben nem gondoltam volna, hogy egyszer majd egy podcastben szereplek, vagy hogy én kamera előtt leszek valaha, bármilyen felületen. Én szerintem egyikünk se úgy indult ennek neki, hogy na, majd ha nagy leszek, akkor... Egyáltalán nem. Ne, hát ez, nem. Ez így alakult. Így. Hát most én is újságíróként tekintek magamra. Én gyűlölöm, hogy azt mondják, én nem influencer vagyok. Martin Luther King, meg Kennedy, az influencer volt, meg Gandhi. Mi az interneten bohózkodunk, srácok, szóval... Én voltam, nyugodtan. De ne, meg Isten ments, hogy ezek az emberek befolyásolják azt, amit majd én gondolok. Jézus Mária! De látod, hogy mégis így működik. Egyszerűen így működik. Én egyszer beszélgettem így erről a közönséggel, hogy mégis milyen alapon vagyok például én influencer, és akkor így mondják az emberek, hogy mert számít a véleményed, de mondom, kinek? És akkor mondják, hogy hát adnak arra, amit mondasz. De mondom, milyen alapon? Mert elvárják az emberek, valakit követni kell. Én értem, de tudod, én hiába mondom, és akkor ilyenkor mondják azt, hogy jó, van-e már tírkodja meg önostorzó, köcsök gyerek, meg minden. Én egy kurva anyázó videójátékos hülye gyerek vagyok. Ha miért én mondjam meg, meg azt mondod most az új RTX-ről, hogy egy szar, akkor attól majd... Mindenki elromlik. Igen. Vagy igen. Szóval, nem hogy... történnek ilyen dolgok, igen. Nem, és egyébként az, most ezen, amit mondtál, ezen gondolkodtam, hogy egyébként nálunk szerintem ez is egy tök jó dolog, ami kicsit tudat alatt is történik, hogy mi sose akarunk megmondani. Mármint, hogy csinálunk egy autótesztet, és nem az van, hogy Pista azt mondja, hogy figyelj, ezt az autót meg kell venni, mert nem, ez nem olyan jó, nem, hogy... Az mindig a saját véleményem. Igen. De megkérdezik tőle, mindig azzal kezdem a válaszolok e-mailre, és megint magunkról beszélünk, annyira influenceres. Beszélj, hát. Mindig azt mondja, hogy nézd, szerintem, hát tömény neked lehet jó. Nem csak nagyon sokan egyébként úgy kommunikálnak, hogy... De erről beszéltünk a múltkor is. Igen, ne kérdezz már meg tőlem. Mert nagyon sokan úgy kommunikálnak egyébként ezeken a csatornákon, hogy ők azt gondolják, hogy ők a mindentudói bárminek. Igen. És hogy mi meg tökre figyelünk arra, hogy egyébként mi objektív saját véleményeket mondjunk el. Nincs objektív újságírás. Vagy, jó, oké, de hogy a magadhoz kép. Tehát, hogy tapasztalj. Az van, hogy nem van, hiába jön oda akárki, és mondja azt, hogy két misi. Azt akkor de ez olyan szépen gurul. De aztán jót mondani ám. Aha, ja. És akkor mondtuk, hogy tessék, köszi. Akkor húzza faszomba. Fú, hány ilyen volt még. A Tibi alatt pedig jó jött volna a pénz, de... Hát jó, volt, de ilyen nincs. Mondtuk, hogy nekünk a hitelességünk... Nem éri meg a műsort, igen. Hogy utána csorba essen a dolgokon, vagy te ne érezd úgy. Ez most nem is olyan lesz, hogy egyben... Egyszer szoktuk be csúnyán ezzel a Car Verticallal, de aztán elrúgtuk magunkról őket is idővel, ahogy lejárt a szerződés, és soha a büdös életbe többet. Gondoltad? Azt nem is tudtam, hogy... Hát az elején, ez úgy indult egyébként, tehát hogy amikor a Car Vertical megkeresett minket, akkor ugye külföldön, tehát főleg Nyugat-Európában működő cég volt. Jó, igen, az a lényeg, hogy ez Nyugat-Európában kurva jól működött, Magyarországon kurvára nem működött jól. Eleinte, hogyha lekerested az autódat, és nem talált róla semmit, tudod, akkor visszafizették a pénzt, aztán meg volt. Nem. Világos. És minket kezdtek el utálni azért, mert egyébként a Magyarországon 25 igen. éves autókról nem talált mert semmit. Mert ugye az volt, hogy leszerződöttünk egy X időre, és az X idő felének az elteltével az ő kommunikációjuk, meg a hozzáállásuk az egész piachoz gyökeresen megváltozott.
De hát 6 hónap után, ha ő más csinál, attól még nekünk még plusz 6 hónapig hát szerződik. Volt az a kötbér, amire el lehetett volna lépni, de csak az azt úgy össze kellett volna. És le kellett nyelnünk a békát, hogy most reklámozzuk a Kesekusza BT-t, aki mondjuk tavaly még gyerekpelenkát árult, most meg már szaros lapátot, érted? És te nem vagy erre ráhatással, mert egy évvel le vagy szerződve a Kesekusza BT-vel. Megértem. Ó, és az olyan meleg helyzet volt, ebből tanultunk, ez a tanulópénz, aztán megyünk tovább. Helyes. És milyen volt Amerika? Csalódás volt nekem. Én ezt nagyon akartam hallani, mert ami... nekünk nagy kínlódás ez egyébként, csak amit hallunk onnan, mert mi is nagyon szeretjük. Az amivé lett, ugye Kaliforniában voltunk meg Nevadában, hogy az ország többi része milyen, azt nem tudom. Ez... Hát én azt tudom, hogy a normális emberek Kaliforniából elmentek Texasba. Menekülnek, igen. Azt tudom. Menekülnek el. Legtöbben oda. Texas, de egyébként Wyoming. Ez is egy Utah. Ahol a hát figyelj. Majdnem kimondtam, a KKK még aktív, ugye? Hát, figyelj, vannak ilyen meggondolások, hogy oda mennek, ahol... Hiszed vagy sem, azok is visszasírják Trumpot, akikkel nem tett jót. Ennyire durva angolatot? Nagyon. Azt hallom figyelj, én is, hogy nagyon durva. Olyan putri lett, már megbocsát minden Los Angeles-i magyar, hogy elébe olyan putri lett, hogy ők is ezt mondják, költöznének onnan el. Iszonyú soká, csöves bojtár az utcán, tele sátrakkal. Én azért egy kicsikét árnyalnám a Pistának azt a mondatát, beachen, hogy rossz csalódás volt. Hely. Los Angeles nagyon nagy csalódás. Los Angeles, kifejezetten mondtam, erre voltam. Tehát, hogy nem az amerikai út volt egy csalódás, hanem Los Angeles. Elég. Mert San Diego egyébként továbbra is szerintem élhető. Persze, hát ott van a legnagyobb haditengerészeti bázis, és ott azért rend van. Nekem, szép. Nekem Las Vegas annak ellenére, hogy egy ilyen mű megcsinált valami, én Vegas szeretem. És nem a kaszinóba járás részét, mert mely, $10 játszottunk el? Hát volt a 130 is, de... Miről beszélsz? Jó, nem ezt mondta otthon, bazd meg, most lebuktatod a faszodat. Az igazság, hogy mindig $10-ra kezdődik. $10-ra játszottunk egyszer, az volt a legnagyobb, azon kívül én amit dollárokat... Amit a gépbe dobáltunk bele? Igen. Meg a blackjack automata? Az volt a 10-es, a blackjack automata. Azon kívül én 5 darab $1-os szórtam bele. Te mit csináltál, ezt nem tudom. Mindegy, szóval meg az a történt, az ott is már. Hülye, hogy elővette a kaszinóba a kamerát, beszélek a kamerába, így... A hátam mögött megjelent egy tengerészgyalogos ruhába öltözött volt tengerészgyalogos, egy gépkarabéllyel, ilyen nagy golyóálló sisakba, excuse me, sir, you don't let it up, tudjátok, baszok, akkora nagy Hombárovics Tódor volt. De hogy egyébként én Amerikát továbbra is szeretem, főleg a, ez hülyén fog hangzani, de hogy a kiszolgálás miatt, és most itt nem arra gondolok, hogy ki van nyalva a picsám, hanem arra gondolok, hogy kedvesek... Igen, bocsánat. Ajt, ezt nem lehet, igen. De Pistit videóin látom, ő is szokott nem, csúnyán nem beszélni. Nem, akkor összekevertem. Csak egy évben egyszer. Ja, igen? December 21-én. Majd, ugye. Szóval, hogy hozzád állnak, tehát, hogy akár a boltban, vagy akár egy étteremben, akár az utcán rámosolyogsz valakire, hogy kedvesek az emberek egymással, és ezt tudom, hogy egy kurva nagy póz, mert elmondják a Janék is, akik kint élnek Las Vegasba 10 éve, hogy igazából az amerikai, a nem amerikai nem nagyon nyitnak egymás felé, nem lesztek öribarik, nem jártok olyan, át. Ez olyan vékony nem... jég. Nekem volt egy olyan vitám egy ilyen amerikainak mondott sráccal ott a Halloween bulin, ahova elmentünk, nem is vita, így meghallgattam, hogy ő elmondta, hogy ő Amerikán, és hogy ez, mert ugye valahogy a háborúról beszélgettünk, hogy ez egy csodálatos ország, és hogy mennyi mindent elértek, meg hogy milyen jó itt élni, minden is vannak. Fél tesó, van könyvespolcom olyan könyv, ami régebbi, mint a te országod. Egy, kettő. De ezt az országot soha nem bobbázták szárra. Hogyha mi is egy ilyen helyen élnénk, nekem is az lenne a legnagyobb problémám, hogy most akkor lehet-e bajszál nőnek, vagy nem. Én ezt értem. De az biztos, hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb problémája, ez ilyen. Nem áll. Értem én, hogy mondom, és akkor belement, olyan hülye szinten tanulják a történelmet, mondom, hogy a Native American, mondom, te is van Native American? Hát az nem te vagy. Ezt bezártátok a rezervátumba, azt átadok neki egy hordó rumot. Az a Native American, az a mexikói, akit most te baszakodsz, akivel baszakodsz, mert idejön, úgyhogy munkát kap, úgyhogy nyelvet nem beszéli, és ha nem lenne itt, akkor megállna Kalifornia, ebben megegyezhetünk. Ja, az abszolút. Akkor megállna Kalifornia, az a mexikói, azoknak a leszáramzatai 3000 éve élnek itt.
Te 1776 óta vagy. Szóval, és annyira elvakultan hisznek ebbe, én ettől a falra mászok, érted? És de ez nem is kell... Európa nekik egy ország. De nem ez a izé benne, oké, okay, persze. Az ilyenek. Átlag amerikai buta mindeség. Az okay. Átlag. De kedves, persze. Sokkal, tehát, képmutatóan az, hogy kedves. Tök mindegy, én gyűlölöm azt, hogy bemegyek a Spárba, vagy a bárhova, és a kasszásba az meg, izé, belenéz a zacskóba, jó, hogy bele nem harab az meg, hogy mit vettem, így nézi, és akkor oda kúrja, hogy akkor 4 zsömle. Mondhatta volna. Az tény, hogy emberként kezelnek. Igen. Nincs senkinek semmit takargatni valója, ezért nagy a nyíltság, előveszed a kamerát, akkor mosolyog a serif, dudál a kamionsofőr, kajátott a kamionsofőr, oda mész, beszélsz. Kedvesek egymásra az emberek. Én pontosan tudom, miről beszélsz. Teljesen egyetértek azzal kapcsolatban, hogy mi miért, hogyan alakult ki ott, az egy megint másik kérdés, de amúgy igen, a hangulat az egy egészen más dolog. Igen. És az a baj, hogy elébe a hangulat most más. Igen. Én ezért voltam kíváncsi rá, mert mi is ott voltunk a legtöbbször, most és ezt hallottam, hogy nagyon sokat már változott. Már sok a fegyver az utcán, nagy a bűnözés. Nem nagyon sok a rendőr, minden sarkon rendőr van. Kétszer keveredtünk el lövöldözésre sztoriba, egyszer ott helikopter. Nem mi lövöldöztünk, nem. Egyszer ott a helikopter kergette a csávót, lent a beachen, ahol ugye gyúrtak a fiú, kosállat, de a görkori szindik szanaszét, jó a hangulat, izé, egy kis fűszág. Most ott bent az utcákban, ugye, bezárt, bedeszkázott boltok, sátrák, csövén. Igen, Malibu Beach-en, este 8-kor körbe megy a rendőr, és mindenkit elküld mindenkit a parkolóból, hogy igen. Ezt a parkolót reggel hatig itt tegnap is késeltek, itt izé. Mi a fasz? Malibu Beach-en? Len akartunk aludni Malibu Beach-en, tudod, gondoltuk, hogy mondták, hogy hát leparkoltok ott, jó, majd jönnek, 60 dollárra, bünti 60 van, dollárra. Ó, semmi mondtuk, gond. Jó, semmi gond, visszajöttünk Kajáldából, ott volt a bünti a szélvédőn, mondom, semmi gond, azzal a leddülettel jött a rendőr, azt mondta, hogy... Így ugrott ki a kezed a zsebedből, mindjárt. Elindultam zsebretett kézzel a rendőr fel, ezt eszembe jutott, ah, lehet, hogy ezt itt nem kéne, akkor szép lassan kivettem a kezem, és akkor oda mentem, mondom, igen uram, hogy hát itt nem lehet parkolni, ó, tényleg nem tudtuk. Hiperkulturáltan normális. Jó, és akkor mondta, hogy jó, igen, kéne keresni egy másik helyet. Mondom, de már ittunk, hogy... Nem gond, mondta, megvárjuk. Nem gond, itt megyünk nem maguk mögött, keressenek egy másik parkolóját. És hogy húzzak el annak. Nem, de hiperkulturáltan. Először mindig szépen szólnak. Hogyne, ezt tudom. Tök másodjára már... És én ezt is nagyon szeretem például benne, hogy ott nincsen senkinek Isten komplexusa, aki rendőr lett, tudod, mert nem... Az alapvető hozzáállás az, hogy nem feltételezik, hogy te rossz szándékkal közeledsz. Itt Magyarországon rögtön elkezdenek, ő mit akar tőlem, vajon mi akarja. Amerikában nem. Ott nem feltételezik rólad, hogy te egy köcsög vagy. Itt rögtön. Valamit akarsz, jaj, mély szólítasz meg. Ott meg pont a fordítottja. Ezért könnyebb interakcióba keveredni, könnyebb dolgozni, viszont ebből nyilván van ennek hátulütője is, hogy? Mert tényleg nagyon sokan visszaélnek ezzel, ezért bizalmatlanabbak az emberek, egy darabig közel engednek, de utána érzed, hogy eddig és ne tovább. Dolgozni ott könnyebb, normáliság, tök mindenhova bemehetsz. Nem csinálnak ügyet abból, hogy jaj, ne menjél oda közel, mert akkor egy gumidarab majd rád, amikor a drag részen voltunk. Látják, felnőtt ember vagy, mert talált egy gumidarab, így jártam, az meg. Sőt, meg mondja, gyere ide közelebb, minden jobb a felvétel. Itthon már ilyen engedély, fülvédő, forgatási engedély, stb. Itt média, gyertek, örülünk, vigyétek a hírünket, azt sem tudták, hogy hol van Magyarország. Meg a Hungry Hungry-től majd a faszon ki van. Hát ez is tapasztalatkérdés egyébként, mi belefutottunk egy-két olyan szituációba, amúgy kint beszarás volt. Tehát amikor először voltunk New Yorkba, azt mondom az első nap, pont egy ilyen hétvégi nap volt, mert fasz csináljunk. Még a State of the mert az király, tudod, elmetroztunk odáig, tudod, a partra, ahol a Warriors játszódik, tudod, a izével. Azt tudod, már ott úgy kezdődött az este, tehát egy zárórához közeledett a kocsma, ja, mert hogy ugye 6-kor off, tehát zár a kocsma, vigyázzál. Semmi olyan nincs. Mondták ott a pultnál, hogy most már lassan amúgy, hogyha majd bezártak, akkor mi is menjünk vissza Brooklynba, mert az jó helyhez képest. Mondtam, hogy oké. Okay. És ott volt bent három ilyen... Igen, erre hallgatni kell, ha ilyet volt. Igen, három fickót ott, mert már fel volt pakolva a többi szék, egy sört ittunk meg, ők ott ültek, egymással beszélgetek, munkás emberek, tudod. Ez eljöttek inni egy sört, mert tudod, kint működik ez az elmegyek egy órára otthonra. Persze. Megint egy sörbe mennek el, de tudod, ezek a tipik munkás emberek voltak, látszott rajtuk az élet, minden, tudod. Egyből tudod, a közvetlenség egyben hozzád szól, na fiúk, mi a helyzet, mit csináltok itt? Á, itt vagyunk, stb. Honnan jöttetek? Á, tudod, Hungary, meg minden. Ó, vágom! Vágom! Nézzek, tudod? Ne, na, de sokan tudják. Na ne basz, vannak, tudod. És akkor, de amikor erre azt kapott kontrálnak, hogy Szoboszló. Igen, akkor mondom, igen. Szoboszló, és mondják, hogy ismerőseik oda járnak fürödni. Mondom, ne basszál már ki benne, basz! Figyelj, mondom, mi van? Nem most, 3 évvel ezelőtt.
kim voltunk, össze, az, mentünk kajálni valahova, magyarul beszélgettünk egymással, odalépett hozzánk egy csávó, hogy fú, ez olyan ismerős, ahogy, hogy milyen nyelv ez. Mondtuk, hogy magyar, magyar! És mondta bazd meg, Orbán? Mondtuk, igen. Bementem cigit venni neki, mert ő tankoltam buszba, az általában egy fél óra. Ugorják már be ott a dohányboltba, a Vegasba. Egy csumpi kis dohányból. Ezt a szart tankolni tényleg fél óra volt. Fekás srác a pult mögött. Where are you come from, Hungary? Oh, jó napot! Pécs! A pécsi tudományegyetemre járt, érted? Las Vegas külsőre, egy fekás srác, hogy ő ide járt, érted? És magyarul elkezdett a vesztük. Vannak ilyen szintok, igen. Vannak. Van. Én New Yorkot, nekem még New York nem volt meg, és egyre jobban vonz valamiért. Én azt gondolom, hogy New York nekem nagyon bejönne. Nagyon más, mint LA, viszont van egy ilyen iszonyatos hangulata. Én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyon vibráló, lüggdető, igen, ilyen nagyon, és ez vonz. Egy az, hogy nincsen, de nem áll meg. Tehát ugye mi itt, jó, nyilván Budapest másabb azért, mint Debrecen ebből a szempontból, de azért most mit tudom én, Debrecen egy kinézelt ott hajnal egykor az ablakon, tudod, így világítna. Még most, tudod? Budapesten nyilván nyüzsgősebb, de New Yorkban, hogyha te úgy érkezel a gépeddel, tudod, hogy hajnal 3 után érkezel meg a szállodába. El akarsz menni gokartozni, akkor el tudsz menni. Ja, vagy így tudod, kimész tudod a Times Square-re, hogy akkor te most elmész kajálni egyet, meg elkezdesz inni, mint az állat. Ugyanúgy nyitva van, mint reggel 6-kor, mint délután 7-kor. Tehát ezzel nincsen probléma ott, ez az egyik része. De New Yorkban az az érzés, ami ráül a fejedre, hogy még ennél is kisebb vagy, igen, az amúgy király. Olyan érzés, legalábbis ez most az én... Nagyon pici hangja vagy. Igen, ez az én cuccom, hogy az, hogy most nagyon picinek érzed magad, mi a jó? Az, hogy leveszi, leveszi a válladból az egész. Az, hogy úgy érzed igen magad, és ez nem kell youtubernek lenni. Mintha eltűnne. Igen, értem. Mint hogyha tudod, egy ilyen nem is tudom, mint hogyha láthatatlanul... Egy vagy a sokból, és végig. Senki nem néz a szemedbe. Érted? Ha te leülsz a pulthoz sörözni, hozzád lehet, hogy a büdös életben nem szól több ember, amíg le nem fordulsz a székről. És ez egy szomorú érzés. Alapvetően. Ugyanakkor... De arra az egy órára, amikor az kell neked, akkor az olyan bassz meg, amit sose felejtesz el, hogy egyszerűen nem létezel. Ez király amúgy. Én ezt akartam kérdezni. Most jutott eszembe, hogy itt Debrecenben, ti elmentek bárhova, azért így itt Debrecenben titeket így ismernek, és most nem kicsinyíteni, vagy nem így, hanem hogy itt Debrecenben, nem csak, hogy például nekünk, tehát hogy Budapesten azért könnyebben el tudsz menni úgy A-ból B-be, hogy mondjuk feltételezhetően nem fog valaki kiszúrni, ezt rohan oda hozzád. Debrecen gondolom kisebb ilyen szempontból. Hát, hogyha ezt kérdezed, akkor Pesten nehezebb. Igen? Sokkal nehezebb. Nekünk nagyon nehéz. Debrecenben azért könnyebb, mert nagyon sok mindenkivel már találkoztunk, ja, és már csak annyi, hogy álló, tudod? Mert nem az van ez az, de Pesten a zebránál, amíg állsz a kocsival, a lámpánál, már cibálnak az ablakon. Tehát az a baj, hogy ott nehezebb, tudod, ez a dolog. De nincs is ezzel baj. Nincs ezzel baj, csak hogyha megkérdezted. Nem, csak ezért, mert ezen gondolkodtam, hogy se a tankcsapda, se ti nem gondolkodtatok soha azon, hogy felköltözzetek Pestre, és értem miért. Gondolj bele, értem azért miért sem, mert ott még úgyse tudnék kimenni itthonról, így se járok el egyébként pont emiatt, mert az a baj, hogy családom, ez egy nehezebb történet, de nekünk nem, tehát nem volt semmilyen értelmes indok arra, hogy Budapestre menjünk. Tehát nem, de miért? Nincs. Igen, ugyanúgy meg tudjátok csinálni innen, sőt. Nekünk nincs ott dolgunk. Sőt. Az igazság, hogy nem nagyon van a egy dolgunk. Egy ekkora kócerát bérelni Pesten, tudod, mibe kerülne? Volt egy ilyen sztori, mosodába várjuk, hogy a csikós gépe leszálljon, meg minden, de egy ilyen, nem volt egy annyira jónak tűnő környék. És akkor állunk ott, nézzük, hogy forognak a ruhák, és akkor egy ilyen veterán, army veterán sápkás, idősebb, fekete pasi, elkezdtünk beszélgetni, és és ti fehér srácok, mit csináltak ezen a környéken? Hát mondom, mossuk a ruhát! Szóval, hát ne tartson legyen sokáig, szóval ez nem egy olyan jó neighborhood nektek, fehér srácoknak. Hú, mondom, te soron! Utána egy körben néztük, tényleg, hogy... Majd kinézek a mosodálek a kirakatán, hülyék meg ott dobálják így maguknak a izét, a rögbilandát, mint a boldog kis gyerek, ott lubickolnak, tudod, körbe meg már így gyülekeznek, tudod, a tesók, hogy... Jó, mert... Mondom, nagyon gyorsan megyek! Nem vettük észre magunkat, de hát... De... Ti fehér srácok, mit csináltok? Itt hát a mosom a ruhám. Hűha! Nem, amúgy erre figyelni kell. Ó, nagyon. És ez nem vicc.
Azt hiszik, hogy viccelünk, de ez nem vicc. Annak idején, amikor mi járkáltunk, még más volt, ez most már sokkal rosszabb ebből a szempontból, de New York is egy olyan helyen, úgyhogy hogy ott például mi nem mentünk át Harlembe, csak megközelítettük. De tudod, amikor tudod, a kádba, a hideg vízbe elkezded a meleget önteni, az se olyan, hogy van egy vonal, és balra meleg, igen, jobbra hideg, hanem úgy, ahogy így közeled, sűrűsödik. Elkezd árnyalódni így minden, tudod? Hogy így... már most érzek valamit. Valami történik, és már nem úgy néz. Tihuána húzott fel az ablakot. Tihuána ugyanez volt, amikor Vinyusot éppen a valami vásárolt, a luchador maszkot kerestél valahol. Jó, de ott be voltunk, úgy már könnyebb. Vinyussal meg elindultunk egy utcába befelé, és tudod így, megyünk, egyelőre semmi, és akkor az volt az a pont, amikor elkezdtünk gondolkodni, nem biztos, hogy jó irányba sétálunk, balra benéztünk egy kocsmába, ahol egy nőnek öltözött férfi mexikói nagyon kellette magát valakinek az ölébe, és ilyen kicsit szakadt társaság volt, és ahogy így benéztünk, és ők így kinéztek ránk, és hogy ott megállt bent a levegő. És akkor Vinyus egymásra néztünk, milyen fura kocsma. Megyünk 5 méter tovább, benézel egy sikátorba, ahol nagyjából ugyanez, és akkor figyelj, szerintem mi nem jó irányba megyünk, forduljunk és vissza. És akkor még Tihuana, csak a világ 8. legveszélyesebb városa volt. Ja, idén nem mentünk. Most át akartunk menni, mondtuk a Petrek Peti barátunknak, hogy dobjál már át, mert akarunk venni a luchador maszkot, mert menjünk el a Wimbulira. Ugye, figyelj, nem most a végén basszátok el. Mondta, hogy nem. És megnéztük, és az volt az első, a világ legveszélyesebb városa lett. Tihuana 100 000 emberre 133 gyilkosság jut. Jóságos ég! Hát, mondta, hogy oda az... most ne! Azt mondja, pont tegnap lőttek szét tévedésből egy dász népet. Tévedésből. Hogy az arcon lőtt vőlegénye, mely asszonyon landolt. Oké, meggyőztél. San Diego-ba is lehet venni luchador maszkot. Úgyhogy ugye végén elmentünk vonattal San Diego-ba, és ott vettünk luchador maszkot. Ez tényleg nem vicc. Nem. Értem, hogy Borsodba kemény vett, csak itt meg mindenkinek legálisan van fegyvere. Figyelj, és mondta ott a egyik helyi haverunk, aki már Las Vegas, vagy nem is San Diego-ba volt, vagy Las Vegas-ba volt, de Mexikóba ért, hogy az $60 az első utcagyereknek, meg egy pisztolyt, mondta, hogy azt a csavot lőd Marcon. Kész. Te jó ég. És megteszi. És ez nem kamú, tényleg. $60. Annyi az élet. És akkor elgondolkodsz, hogy akarok-e én oda átmenni? Hát nem. Mindig arra szoktam gondolni, amikor Amerikáról beszélgetünk. Ilyen sztorik miatt is, meg mondom, amiket hallok, én nem akartam elhinni, de köszönöm, hogy megerősítettek egy részébe, hogy látogatni tök jó azt az országot. Igen, de nem akarom. Amúgy, de én sem szeretnék ott élni feltétlenül, legalábbis most ezt gondolom. Ugyanezt gondolom én is, hogy de nagyon jó. Lenni, amúgy, meg nagyon, nagyon jó, ott jól érezzük magunkat. De tudod, az, hogy akivel beszéltünk, az mind menne el Kaliforniából. Utah, Texas, Wyoming, ott előre köszönnek a fekárnak. Kivonult a Stargarda egy része is, egyébként csak mondom. Igen. Tehát, hogyha követitek ezeket a történéseket, igen, elmentek külföldön onnan. Elmentek rengetegen. Hát Hollywood se olyan már, mint... Színészek is. Beverly Hills a csücsi étteremben. Az pont amikor voltunk kint, akkor jött a hír, hogy előző este Beverly Hillsben valami nagyon csücsi étteremből kijött az ember, ez hogy kilépett, valaki nyakon szólt. Elképzelhetetlen volt. Hogy? Ja, meg ami durva, az a szemét. Iszonyú szemét van. Ja, az nagyon durva. Az autópályák mellett a lehajtott. Olyan képmutató egy ország, hogy ugye a legtisztább ország, Kalifornia. Zero emission, meg izét, figyeld, szemét, hegyek, mindenütt. Jó, az egy kurva nagy kamu amúgy. Micsoda, hogy 14 szatyorba hozod el a 3 kifű. Ők a legtisztábbat azt nem erre mondják, ugye ők rettentő sokat tettek, tudod, ez a zero emission, meg ilyen dolgok miatt. Igen, de az tény, hogy nagyon képmutatóak abból a szempontból, legalábbis amit én hallok, hogy nem tudják menedzselni azt a várost és azt az államot egyáltalán. Nem. Nagyon komoly vezetésbeli problémák vannak, állítólag én nem tudom, csak akik ott élnek, azok. Most nézd, mi se látunk bele így ilyen szinten abba, hogy egyébként ott most ki a kormány. Nem, azt látod, hogy az utcán van. De hogy az, hogy egyébként abban az utcában, ahol 3 évvel ezelőtt még vidáman sétáltunk, ott most nem tudsz végigmenni, mert hogy kecsua... Mit mondtam? Kartonkecsua. Kartonkecsuával ott érted minden. Kartonkecsua, baszd meg! Igen, hogy így nem... Tehát, hogy nagyon... Én amikor láttam a képeket, én nem akartam elhinni. Örültünk, hogy elmentünk eléből, Vegasba, meg San Diego-ba. Tehát régen az volt, hogy Las Vegasból kicsit vágytunk vissza Los Angelesbe, mert hogy úgy... Ábsidőzsi, multikulti, jó, zenélgetnek az utcán. Igen, igen. És most meg alig vártuk, hogy menjünk San Diego, menjünk Las Vegasba. Yes, the Snoop Dogg, the great singer, yes, we got it, yes, sir, yes. Nagyon sokat változott, én nagyon sajnálom, nem tudom, hogy mikor jutunk vissza, nekem New Yorkról meséltek ismerősök, hogy az, hogy változott meg. És az se jó irányba? Hát imádják azok, akik ott nőttek föl, mert azt mondják, hogy olyan, mint a 70-es években.
Az baj. 11 után tessék hazamenni, vagy az nagyon baj. Fájni fog. Figyelj, tök olyan, érdekes, olyan volt, most, de enyhült az is. Ez a Covid alatt, meg mikor elkezdődött a BLM movement, ez az After George Floyd történet, akkor volt nagyon veszélyes, amúgy, amikor... Ha meghallgatod a kintieket, bocsánat, hogy a szabadba szoktam, nagyon más, hogy vélekednek erről a dologról, mint ami a sajtóban, mint ami itt lecsapódott nálunk. Hát mint akár a feketék, vagy a sajtó. Igen, nézd, amikor én néztem podcastet Ronnie Coleman-nál, aki egy ilyen nagyon érdekes, Ronnie Coleman-t ismeritek, nem olyan kis ember, vagy legalábbis nem volt az. Ő egy az, hogy fekete, másik az, hogy 25 évig volt rendőr. Igen. Őt is megkérdezték. Mondta, hogy vannak nagyon fasz rendőrök, és a kurva anyjukat. És így ennyit bezárult a történet, de ő nem akarja hallani ezt a defund the police, meg ilyen bohóckodásokat, mert azt mondta, hogy a legtöbb rendőr az igenis pozitív, és hogy a mit tudom én, hány millió interakció van Amerikában ember és civil között, és azoknak a 99% a pozitív. Sőt, és így nem így működnek. Na jó, dolgok. Csak meg egyébként ugye sokan elmondták, hogy a Floyd is azért kétszer, tehát a két körön túlment, tehát hogy már egyszer szépen megkérték, akkor jó, utána persze, de mondom, nem berakták a kocsiba, utána kimászott. Onnan, tehát az, ami utána történt, én megértettem, tehát én azok között voltam, akik megértették ezt a George Floyd szituációt, és hogy ilyen problémák voltak Amerikában, és igenis fel kellett lépni ez ellen. Hogy meg lesznek is, gond. Mert mindig igen. Viszont az, ahogyan reagált a társadalom a rendőrségre, az a fokú bizalmatlanság, annak gondolom. Meg lett az eredménye nagyon sok nagyvárosban, bizony. És a közbiztonság az a békaseggel alá ment igen. ki, mert igen. azt mondták a rendőrök, a legtöbb szitúra, hogy nem mennek ki, bazd meg, mert attól fostak, hogy lekamerázzák őket, hogy elveszítik az állásukat, stb. Úgyhogy ami nem volt hogy legalább 15 embert nem lőttek statáriálisan, nem végeztek, de ők nem pedig, mennek ki. Pedig igazából nincs sok szabály, amit be kell tartani, de az biztos, hogy köztük van, hogyha rátszól a rendőr, hogy álljál meg, akkor megállsz. Ez így van. Ezt mindenki tudja, ezt engem. Tudja az összes George Floyd, az összes mexikói, aki ezt nem tudja. És ennek ellenére azért valaki elkezd szaladni. És mindig akkor meg van egy csodálkozik, hogy... Így van. Nem csak azt akartunk kiemelni ebbe, hogy én mondom, tehát, nyilván az egy nagyon nagy gyújtópont volt. Abszolút. De az volt szitu... már ilyen ugye 80-as évek elején. Volt meg utána is 84, volt. 84-86, ugye Ice-T, Cup Killer, stb. Ott voltak Los Angelesben zavargások, vagy minden. Érdekes mondták, szóval valahol nem voltak. 2000-es évek elején az a fiatal kosárlabdázó gyerek, aki fű volt nála, és el akart megijedt. Ezt elkezdett szaladni, ezt a rendőr tarkon lőtte. S volt több tehát, ilyen sarkatos pont, volt, ez volt, ezzel volt. Lett el a pohár. Igen. Ettől függetlenül mondom, maga a szitút én értettem. Nyilván most a hírót csináltak, ugye hős csináltak, mártírt csináltak Mártírt, Floydban, igen. Ez nem volt szerintem egy pozitív dolog, de a helyzetet azt le kellett kezelni, mert az tarthatatlan volt már. Abszolút, hogy de hogy ez is nagyon nagy hatással volt arra, hogy most hol tart egy csomó igen. állam. Meg igazából a Covid-t beszélgettem, képzeld el egy gyógyszeripari cégnél dolgozó nővel, mert éppen mellettünk parkolt a lakóbusza, ő is a szárcsövet pucoltam, meg hát a mi lakóbuszunkon is pucoltam én a szárcsövet. Igen. Reggel, hát ilyen romantikus reggel volt. Azért. Hát mi csak a húgyos bandaként hívtuk magunkat, mert azért voltak olyan szituációk, hogy itt ott azért leengedtük a rizsföldre a történet. Most ezek hurcoljuk magunkkal 300 km-re, nem szabadna, de hát most már mindegy, itthon vagyunk. És akkor pucoltuk a szárcsövet, és akkor honnan jöttek, Alaszkából jöttek le lakóautóval, és akkor elkezdtünk beszélgetni, tökre képbe volt, hogy művelt egyetemet végzett nő volt, és ő mondta, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a Covid alatt nagyon sokan elvesztették a munkájukat, nagyon sokan otthonra kényszerültek, mert ugye volt ez a home office, és iszonyatos mennyiségű gyógyszert, mert antidepresszáns kezdtek el fogyasztani. De hegyekben. És az látszik is, hogy ahány Walmart, meg Wendy's, meg tökön tudja micsoda, sorokban a lidokain, a Xanax. Pistának fájt egyszer a foga. Ez, hülye vagy? Hát annyi lidokain tudtam volna menni, szerintem 25 liter lidokainnal kijöhettem volna így. Volt vettem, olyan egyszer lezsibbadt a bal, nem tudtunk itt valam, forgatni, a kocsiba, nem mozdult. Mindig fájfogam már ezért klímától verhetni, és azzal bekendem. Figyelj, és azt mondta, hogy iszonyatos mennyiségű antidepresszáns fogyaszt a társadalom, és az utóbbi három évben rászokták. És akinek nem lett munkája, vagy elveszítette, az utcára került, annak ugyanúgy kell. Ezt megoldja. És hogy ez egy komoly probléma, soha ennyi gyógyszer nem fogyott az USA-ban, mint most. Ez amúgy is egy kardinális probléma volt, ugye vannak ebben most ilyen iszonyat nagy perek, így a Walmart-tal kapcsolatban, stb. Ugye, mert hogy is mondjam, mikor elkezdték... Antibiotikumot leszel le a polcról. Igen, tehát azt, hogy függőséget okoz, azt ők teljesen elmismásolták, hát és ebből lett a gond. Hát igen, meg hát az, hogy egyébként tényleg olyan antidepresszánsokat tudsz venni vény nélkül,
hogy itt pont a feleségemmel itt néztük, a feje, hogy gyógyszerkutatásban dolgozik, egy gyógyszertörzs könyvező, és akkor így kérdezte egyszer, és hogy milyen gyógyszereket lehet csak úgy kapni, és mondtam egy pár ilyen atóanyagot, meg is így nézett, hogy de figyelj, Európában, tehát hogy az orvosnak mi külön engedély kell, hogy olyat fölírhasson antidepresszánst valakinek előtte, pszichológiai, pszichiátrai vélemény. Itt meg bemész, azt mondja, azt kérném. Nem is kérném, bemész, azt leveszed. Visszatérve az előzőre, a húgyos bandára egyébként, az onnan indult ki, az egyébként külön vicces volt, nem tudom, hogy azt leforgattuk-e, hogy egyszer csak arra keltünk föl, hogy a lakóbusznak a WC-jéből, tehát, hogy így folyik ki a WC-ből a valami, és akkor így kinyitottuk az ajtót, és azt láttuk, hogy hát a WC-n följött minden. Kupakra van tankolva. És tudod, ahogy elindultál vele, és így jobbra, balra, ugye. Baszd meg! De mi a, mi történt? Nem tudjuk. És akkor után, hogy leeresztettek. És akkor nagyon gyorsan, nem tudtunk mit csinálni, nagyon gyorsan félreálltunk. Jó, mondjuk tegyük hozzá azért. A Nevada az nem a tájvédelmi körzet, mert az a Rittig kősivetekben az pont az a 20 liter, ja, húgyos lé, az azért nem, azt nem szoroz. Igen, nem, de... az még gekkó nem nő ott, szóval. Képzeld már, hogy arra baktatott egy sakár. Baszd meg, mi a fasz? Hát, hogyha... hát azt mondjuk el is hiszem. Az ott van a mai napig is, az így áll a létlába az égnek, ez kurva élet. És akkor ott van, akkor álljunk már meg itt, gyerekek, hát most vagy de mi? De Pista így vezette a buszt utána már, mikor láttuk, hogy vagy mi vagy a húgy, tudod? És egy ekkora colos csövön, kihúztad egy ilyen reteszt, és kiszakadt belőle, nem tudta hátraugrani, cipőt, minden. És akkor mindig arrébb kellett állni a buszra, és úgy húztad meg azután, de hát... Ja, mert ugye annyi jött ki, hogy utána ezt nem tudtál visszalépni, lezárni, hanem akkor előre gurulni, meg tud közelíteni a csövet. Csináltam egy ilyen kis kacsahúztatót húgyléből, és... Elbaszott büdös egyébként. Én mindig olyan idillien képzelem ezt a lakóautós életet, de aztán tudom, hogy a valósága nem az. Egyébként, hogyha abban indulunk ki, hogy Amerikában a lakóbusz parkokban hát a lakóbuszos élet, az zseni. Mert ott közvetlen rá tudod csatlakoztatni a szennyvízlefolyót, vizet raksz bele, áramot, és akkor pisike, kakika, minden eltűnik, ez ahogy nagyon kell. Nem a lupótanok sportja. Szóval jó, persze, láttam olyan, én olyan. Olyan egymillió dolláros buszokkal állnak be, hogy húzzák korvettet maga után, lepárkol a busszal, ott dolgozik egy fél vagy évig. Kájent, vagy Cayenne-t, vagy C8 korvettet. Jár be a kocsival munkába, és ő ott él, és ott külön mosoda van, külön biztonsági őr, külön játszóház a gyereknek. És nem drága. Ilyen piszi-puszi az egész. Wifi? Mindenhol, az egész parkban. Üzlet, kajál, de ki se kell tenned a lábad egész nap. Nem, szóval nagyon brutál. Más, de hát voltak környeink. Tök jó ez a része, hogy lakóbusszal mentünk idén, mert hogy egy olyan új arcát ismertük meg az amerikai kultúrának, most nagyon lesarkítva, amit eddig kurvára nem láttunk, mert egyébként eszünkbe nem jutott volna egy RV parkba bemenni, amíg nem RV-val voltunk, és hogy iszonyat hangulatos, nagyon feelingesen. Volt olyan RV park, ahol megérkeztünk, lezártunk, egymást néztünk, jó, akkor megyek és meghosszabbítom egy nappal, itt maradok. Tehát, hogy figyelj, fűtött, hogy nagyon mondta, jó. Csáu, ott jön az öreg, ott a testhőmérséklet a fűtött medence, hónaj meleg, itt van a bolt 9-ig nyitva, itt van a mosoda, itt van... Este és... bingo. Este bingo. De beültem bingo. Nem, baszd meg. Azok annyira részegek voltunk, hogy nem annyira bebasztunk. Az öreg dédikhez. Hogy este 7-től bingo, csak 6-kor már baszd meg a taknyunkon csúsztunk. És hát hosszú nap volt, ő talált Snoop Dognak vörösborát, én találtam a kedvenc... Az a minőség jelen! Ne, nagyon jó. Ne hiszed el, de tényleg? A kaliforniai borok, ugye a 12 Sins... Azt tudom, hogy nagyon jó, csak mondom, Snoop Dogg egy címkén, az mindig a minőség jelen, a borra van szó. De abszolút, nagyon jó bora van, ugye mindig ilyen ismert emberekről, akik régebben bűnelkövetők voltak, csináltak, ez egyik nagy borász, hogy csinált egy ilyen sorozatnyi bor. Jó, hogy nem Snoop Dognak a bora. Nem, ő van a címkén, de vagy olyan testes vörös bor, hogy ez abszolút kármolós, meg hát a sört. Meg hát azt se felejtsük, nekem a kedvenc, egyik kedvenc, hogy új-zélandi Sauvignon Blanc, a Matua a kedvencem, itthon mint 9-10 ezer forint egy üveggel, tehát nem ez a bor, amit egy évben egyszer évfordulón nagyon jó. Marha pörkel, mert hogy Igen. Kint meg 3500 forint volt egy üveggel, tudod, és akkor ezt így megláttam. Göbi. Ah, ezt én is hallottam, jó? 10 üveggel. Fiat, rengeteg, és hát
fogyott. Tehát megkóstolta, mindenki mondta, hát ez nagyon jó, figyelj, volt olyan este, amikor négyen, ezt most így egymás között elmondhatom, egy este négyen, majdnem 8 üveg bort bepuszítunk. Meg a 12-es pak sört, meg az ilyeneket. Jó, hát figyelj, keverékre mentünk, mint a Warburg, szóval szóda, bor, és balanszra kell figyelni. Így, így a balanszra. De jó volt, mert belefért, mert közben nehezet kajáltál, minden, mert sok... Szóval... Meg egész nap melóztunk, tudod, annyira fontos egyébként ezekben nem, az amerikai ezt tudni kell. Ezt megtanultuk Vinyustól, Vinyus mindig úgy csinálta, hogy egész nap, tehát kidolgoztuk a belünket, de este olyan étterembe mentünk, jó helyen lakjunk, jó olyat kajáltunk, olyat ittunk, és azt, amit éppen kívántunk. Pont azért, mert nagyon fontos, amikor kint vagy 20 napig, már a nagyjából a harmadik napon a tököd ki lenne mindennel, de azzal, hogy egyébként megadod magadnak, ami jár, tehát minden este kvázi megjutalmazod magad, sokkal könnyebb a következő nap is fölkelni, hogy... Meg így, hogy is mondjam, azért nem egész 30 napot voltunk kint? 28. De 31 adást hoztunk haza? Igen. És az, az átózó így összerakott. Jó, lehet, hogy csak 30, mindegy. Megnéztem az nem sok lett. De hogy akkor ez azt jelenti, hogy minden nap mellette utaztunk, intéztük az életünket, ruhát mostunk, kisfaszon bevásároltunk, hogy, hogy az úgy jó. Szóval elégedettek vagyunk ebből a szempontból, nem utolsó sorban. Elviseltük egymást 30 napon pont keresztül. Ezt akartam mondani, hogy nem utolsó sorban nem öltünk, de mindenki hazajött. Nem igen, öltünk meg senki. Úgy, hogy egy lakóautóban műveltétek ezt. Igen, hát az mondjuk 9 négyzetméter, érted? Mi a végén már hárman maradtunk csak a Petivel meg a Bencével, az utolsó 10 Az volt egy kicsit élhetőbb olyan értelemben, hogy ott már volt pici helyed elvonulni. Levegőt venni. Igen. Ha de amikor fingott, megérkeztünk, de amikor megérkeztünk, szóval. És akkor Bruderrel, Imcsóval kiegészülve hatan a lakóbuszba. Jó, igen, mondjuk, ahogy elképzelem, három mert napot. Előttem vannak az emberek, ha érted. Hát és itt nem izé, nem Hajlegebre Szilasziék laktak tele a buszt, érted meg, igen. Abebe Bikilák, szóval. Nem Emil Zátopekekkel volt tele a busz, hanem itt olyan emberméretű emberek voltak, és jó, Bruder leült először a karapére, az kiflibe hajlott, érted? Azonnantól kezdve olyan volt. De hát végén vinyogtuk, hát irgalmatlan. De nagyon jó szó, tehát végén tényleg jól éreztük. Reggeteget rögtük. Bolásod nem megy. Hát az hogy ne? De jó, amúgy nagyon jól kitaláltátok ezt az egészet, ezt a lakóautós témát, meg minden, mert nekem külön tetszett nagyon ez, hogy ennek az útnak egy része ilyen crowdfunded dolog pont volt. Pont ezt akartam mondani, konkrétan a lakóautó. Igen, és tetszett ez a Speedzone logó a nevekből, aha, meg minden, kurva jól nézett ki. Jó, hát azért még nem kaptuk meg a lebaszást, nyilván tilos bármi matricát ragasztani a lakóbuszra, de hát... Jó, hát ez a kedves támogatókra már nem tartozott, old meg. Hát már hazajöttünk, most mit tud csinálni? Nem érdekel. De amúgy aranyosak voltak, magyarok voltak azok, akik... Ja, egyébként igen, az is, hogy visszavittük a lakóbuszt, azt izé Mari kioldibált hátulról, hogy ti vagytok azok? Igen. Ja, szia, szia, na akkor visszahoztátok? Vissza. És akkor hát nagyon vicces volt egyébként, egyszer meg most írta Jani pont, hogy megbüntettek minket 70 dollárra. Elfelejtettünk izét, autópályát. Fesztreken mentünk aztán. Igen, mert az kattint egyből. Hát igen. Igen, okos fajta. Igen. Igen, ez jó, mi is mindig röhögünk ezen egyébként, hogy már eljöttünk, ugye. Nekünk is az első autóbérlésünk Amerikában az úgy nézett ki, hogy elindultunk a szállásra, tudod, és tudod, ilyen 3 perc szigorú autózás után. Szerintetek a bérautókban lehet cigizni? Ja, mit tudom én. Biztos. Tudom a pillanatban, de hülyeskedjem, hogy nem. Ez itt Amerika. Ebből még sosem volt baj. Például. Senki vált a szabászni. Ugye nekünk Dubajban volt ilyen. Ezt akartam mondani. Is vezette a Huangchit, vagy tökön Trumpchi súvot, mert azt béreltünk Dubajban. És 110 volt a sebességük, és ott elkezd bimbamolni az autó, és nem tudsz vele mit csinálni, megőrülsz. Nyilván akkor hallgattuk, mert nem 110-zel mentünk, inkább bimbamoljan. És akkor 100 méterenként volt egy póznám, szerintem ez trafikolás, a faszomban, de 100 méterenként csak nincs trafikolás, jó. Hazaértünk, egy hónap múlva mutatom, ilyen vastag, stósz, sárga csekk. Arabul kiírva, hogy a telefonnal kellett ráadni, hogy mi a szám. Ilyen vastag stós, sárga csekk, ez megtalált minket. Nem és tudom, ki pénz kellett volt, fizetni? Ki? Mennyi majdnem volt fél millió forint. Jó, hát ez nem, annyira nem vész, hogy ilyen vastag stós. De végig, nem vész, hagyjál már, múltkor elmondtam, mennyire tankoltam, azt majdnem kiszírod a chatba, az meg az egész internetből. Nem, az nagyon durva volt egyébként, tudod, ezt akartam mondani, hogy Dubajban nem szabad ilyet csinálni, mert egyfelől utánad mennek, és behajtják rajtad. Ott először mi próbáltuk, amikor Vinyussal megkaptuk a ízét, és akkor így Vinyus kérdezte, hogy Bence, ezt akkor mennyi? 493 000 forint. Mondta, hogy jó, akkor ezt nem fizetjük, mert mondom le a kártyát. Mondom,
Oké, okay. És akkor beszéltünk, van kint egy ismerősünk, aki kint... Aki csak Kalifának hívunk. De benne volt a műsorban. Benne volt, igen. És vejtük, hogy te, figyelj már, van itt egy olyan 33 gyorshajtás. Lemondtuk a kártyát, hogy akkor nem találnak meg, ugye? De fizessétek be, mert csak rosszabb lesz. De 18 éve kint él, tudja. Szóval, hogy igen, tehát, hogy Dubajban például, hogyha gyorshajtasz, akkor fizess be, mert utánad jönnek. Na mindegy, szóval já, jó volt ez az egész, meg... Jó kaland volt. Kaland volt. Igen, egy jó kaland. NASCAR lett? Nem lett. Lett helyette más. Jó, nem spoilerezünk, csak gondoltam, hogy kérdezem. Nem titok, ugye le volt beszélve a Tom Petty Racinggel, hogy amikor a Las Vegas Speedway-en vannak, akkor kipróbáljuk az autójukat. Előtte való héten összecsukták a kocsit, úgyhogy ki is hagyták azt a versenyt. Uh-huh. És hát innentől kezdve nyilván... Hát most... Megmondtak egy másik időpontot, amikor mehettünk volna, akkor nekünk az nem volt jó, mert leszervezett programunk volt, és akkor mondták, hogy egyébként meg mehetünk bármelyik nap, csak 250 000 dollár kibérelni a pályát, és akkor baszhatjuk egész nap. Yeah! Hát és akkor... Mondjuk, hogy várjál, és ezt úgy írta egyébként, hogy erre csak annyit kell visszaírni, hogy ok, és akkor megy. Hát bazzek, 250 000 dollárért, és így megírod nekem, hogy oké, hát de ezt azt csinálsz, amit akarsz, bazzek. Tehát, hogy, és akkor én írtam neki, hogy hát figyelj, ez nem az a költségvetésű brigád, hogy mi 250 000 dollárra, majd így elmegyünk, úgyhogy az idén kimaradt. De volt helyette más. Volt helyette más, mindig meg egyébként ez... Mindig hagyunk Laufot a sztoriba, mert biztos, hogy mindig van valami beesik, és most is volt így. Meg a lehetőség ott marad. Én készültem ki a sivatagba, sok volt az nekem. Az meg zseni volt. Figyelj, az... Már csak tudod így az Instán, nem is tudod, hogy hova raktátok ki, és tudod így nézem, hogy hol vagytok, és azt mondom, hogy az bazd meg, hogy neki hát a gulyást főzni. Az annyira out of the box volt, hogy hát még ott szerintem senki, és szürreális élmény. Egyrészt, na, az a sivatag kibaszott. Négy sivatagon keresztül mész, nagyon messze mentünk ki a semmibe, nagyon messze, ahol egy olyan részre érté, amire nem vonatkoznak egyik állam törvényei sem. És ezt tud mindenki tudta is, oda autózni, áll neki meg lövöldözni. Úgyhogy azt mondta, nem tudtad, hogy ő most, aki lőtt egy kilométerre, hogy mennyire részeg éppen feléd van egy fordulva, nem? Ezt úgy mindenki elfogadta, és nincs fényszennyezés, olyan eget nem láttunk még sehol, talán Izlandon vagy Finnországban. De én ott nem voltam. De én nem láttam. De itt igen. De hogy egészen elképesztő, nyilván szedtünk Skorpiót is, meg minden, és akkor kihozott oda... Szedtünk Skorpiót, Pista teljesen rá volt, bazd meg. Nem, még kígyót is akartam fogni, de az már nem volt, már hideg volt neki. A kérdés ott van, hogy én miért nem érek sivatagba, igen? De egészen elképesztő élmény volt ott, amerre néztél, figyelj, de ez egy ilyen 270 fokos, ilyen... Beleszédültél, és olyan gulyást... Meg az, hogy egyébként, érted, kimentünk állat. Délután négyre. Mert annyira vártuk már, azért valami hazai, tudod, már főzik egy gulyát, én leszállom, összedobom, 5 perc. Mire visszajöttek, kész volt. Ja, elmentünk a kanyonba drónozni, meg forgatni, de hogy azt akartam mondani, hogy délután 4-kor megérkeztünk, mindenki rövidgatja póló, és tudod, tényleg ez a mindenki mondja, meg... Jó, aki még nem volt sivatagban, az nem tudja, hogy mennyire hideg van lenni. Egy pont, tehát hogy még este 7-kor is tudod, én még rövidgatjába póló, de ez nem is olyan hideg, de ez lesz, nem is csíp, hülye. Mert tűz mellett is hülye gyerek. 5 perc múlva. Így jött egy csak, hogy fuk, nagyon hideg van, úgyhogy akkor, te hogy... Zseni, és ott ment egy kis vasút, ott vitt föl valami, ott nem tudom, valami 100 kilométerre volt valami bánya. Nem nyugodtan, hogyha akartál, felugrott a vagon, rossz tudta ezt a 100 kilométert, szóval tényleg. Így a semmi közepén így ment át, így vitte a köveket, ugye nem tudom. De nem értetted, hogy minek van ott, mit hord, meg hova, meg kinek, meg mi. És akkor az volt a töltésnek a túloldalán, meg lövöldöztél. Nem csak mi. Tehát hallottál, azt láttad éjszaka, világító rakéta. Ja, és aztán... Szóval közelebb már nem menjünk, mert itt van a légierőnek egy ilyen gyakorló tere, azt néha szoktak bombázni a gyakorló célokat, hogy izé... Beleklapfantottak volna a gulyásba valami lófasz. Jó. De ezt ott mindenki tudja, kimehetsz oda, ki van írva, hogy saját felelősségre, kimehetsz, bármit csinálsz, ti ott lövődeztek, az meg... Mindennel. Automatával azért ott se lehet. De azért hallottad, kireszeled a stift, az az biztos nem ilyen gyorsan húzogatta. Akkor nézegettük mi is, hogy milyen tudod olyan gyorsan mozgatni, azért nem tudod. Amúgy tudod, csak így kell fogni. Voltunk itt Magyarországon lövöldözni, mondjuk azt, hogy több alkalommal, és itthon is vannak egyébként olyan fegyverek, amiknél sajnos nem lehet megoldani ezt a dolgot. Ezek régebbi cumók.
amiknél hát, hogy mondták, hogy nagyon kicsit húzzál rajta nagyon. Még úgy is lehet, hogy tata. Rövid sorozat. Még úgy is lehet, hogy tata lesz. Garazokat majd úgy ki kéne vágni. És szerettek egyébként így pukangatni? Ki nem? Jó, hát akkor jó. Na, mert ugye akkor ez is egy... A Pista nagyon pukangató szakértő. Veszélyes, gusztustalan dolog, csak a gyerekek csinálják. Én vagyok az, aki tudod, még egy órával később is a kocsiba tudod, a kezdők... Igen. Pontosan ennek vagyunk mi is. Szoktunk sportlőni a Göbölyös Zsolti barátunkkal, a régi német versenylégpuskákat gyűjtünk. Láttam egy pár ilyen kis képet róla. Göbi egy kicsit jobban is rácsavarodott azért már. Rettentően pontosak. Hát Göbinek már van fegyvertartási engedélye is. Kis kaliberűvel lő, de alapvetően a légpuska nekünk azok a... Az beszársz. Te egy 20 méterrel... Ó, persze, el lehet vele lenni, fejed tök simán. Jó. Tök nagyon, jó. Nagyon pontos. Na mindegy, szóval sok minden jó volt. Ez a sivatagban gulyásfőzés is egy ilyen sztori volt. Emlékezetes, tudod? Uh-huh. Ilyen mozzanatok így megmaradnak. Azért mondtam, hogy jó azért. Kaland, de ez egy, tényleg egy jó de kaland. De már a tizedik napon például már nem tudtad volna megmondani, hogy mit vettünk fel a másodikon. Már... Én megtudtam, mert én mentettem le az anyagokat. De úgy, hogy megnézted. Jó, igen. Na, de... A laptopon. Hány terabájt anyagot hoztunk haza? Kérlek szépen, 3. 3 teracuccot. Ja. 3 teracuccot. Nem, mert brutális egyébként, meg gondolom, hogy annyira sűrű, hogy telerakjátok. Hogy... Hát na, persze, valami volt olyan nap, amikor 2 forgattunk. Jó, nyilván volt olyan nap is, amikor nem forgattunk, de amikor nem forgattunk, az se arról szólt, hogy akkor egész nem, akkor szétdobtuk a lábunkat, és akkor izé, hanem akkor vettünk a családnak dolgokat, akkor mostunk. Hát vagy jöttünk keresztül hogy... 4 sivatagon. Ja, vagy egyébként egy Kalifornia Nevada távot megtettünk. Én nem tudom, hogy abból mi lesz meg az anyagba, de fia, az egy annyira szürreális szívrettegtető élmény volt, ha van ilyen magyar szó, hogy órákon keresztül mész egy egysávos úton, egyenesen, ami hullámzik. Hol látod, hogy hol mész, hol nem látod. Mondom, nincs közvilágítás, nem jön senki se szembe, éjszaka, se mögötte. Teljes sötét, senki nem jön. Nincs város, nincs falu, nincsenek fények, semmi. A te lámpád világít bele órákon át ebbe. Nincs GPS, bazd meg ezek, egyébként. Ezek ketten már odajöttek a végén, én vezettem, így kijött a szemem, mint a csigának, ezek ketten már így ültek, így nézték, hogy ezt nem hiszem meg. Térerő nincs, telefon hogy, nulla, hogy GPS semmi. Az a hely volt, ahol tudtad, már nem is kér segítséget, mert nem tudod, hogy ki a fasz jön segíteni. Hát nem akarom, ne jöjjön. Ne jöjjön oda. Ez az tipikusan az hely, amikor megállít a rendőr, és akkor elkísérem az őrsre. Nem akarok. Hát ez az a péntek 13-ból ismert, tehát ez a tudod, a belterjes családi... Ez a hullámos útvonal, a következő gödör állján ott állna egy bohóc, úgy elütném, mint a szar. De pont erről beszélt, hogy gyorsítanánk. Nem fékeznék, gyorsítanánk. Kisgyerek, nem érdekel. Itt ne álljon. Itt ne legyen. És akkor várjál, mész így 3 órán keresztül, de tényleg már minden zajra leesett a GoPro a szélvédőre, azt mondom, megáll a szívünk. És csak azt látod, hogy... Kiugrott az ablakomba, mikor hogy ő vezetett. Valahol, ugye egy szűk úton mész, és tudod jó, hogy mi van körülötted. Kaktusz szikla, ördögszekély, kaktusz szikla, mint hogyha ilyen 200 méteres szekvenciákban ugyanazt lejátszanak. És mész így éjszaka a koromba, és azt látod, hogy 2 kilométerre tőled a sivatagban 2 fényszóró. És így jön. Ne jöjjön! Millé, kapcsoljuk le a lámpát! Ne! Bazd meg így! Mi van ő ott? Mit csinálod? Ne, helyszabad rajta a külapára, de amúgy van egy nem alaptalan ezért, mert fie, soha nem lesz. Mondták a srácok, hogy miért, baszki, kimész oda, volt ott, látod, hogy ha ott valakit el akarnak ásni, akkor ezt elássák. Soha a büdös életbe. Ott úgy találnak meg embert, hogyha tudják, hogy hol ásták el. Figyelj, hogyha ott valaki jött volna, hogy nekünk jön, felborít, feldarabol, reggelre széthordanak a kolyatok. Mondd nélkül, soha nem tudják meg, hogy hol voltunk. Ja, az para volt. Az tényleg para Isten, volt. És tudod, és a benzintank mutató az meg folyosan megy lejjebb, és akkor... Mennes! Nem akarok itt éjszakázni! Na Pista, ne nyom már annyira azt volt a gázt. Volt ez a szabály, tudod, és akkor ki, ne szállják ki, itt nem húgyozunk be, meg volt, hogy amelyik bokor csörög, oda ne húgyozzál, mert ez csörgő kígyó, tudod, hogy... Nem, az baj, ez nekem nem menne, nem. De, jó egyébként. Ennél nagyobb kurva vagyok én, hallod. Nem. De így visszagondolom, meg persze, de ott... Rohadtul azt a sivatagból kijönni, az nem volt vicces, az rohadtul tényleg... nem volt. De ez, nem. Figyelj, madár nem volt az égen. Ugye ez a Detverinek a vége, hogy elég meleg volt, de napközben se. Így mentünk, és valaki... Mennyire van onnan? Hát nem is tudom, San Diego-ból mentünk. A San Diego-ból nem, Las Vegas-ba mentünk, mert mentünk a Halloween partira. Igen. Ja, igen. De az, akkor San Diego-ból mentek. San Diego-ból mentünk vissza Las Vegas-ba.
Uh-huh. Szürreális volt. Mi az elé Vegas-t azt megjártuk kocsiba. Hát az is felemelő. Nem vészes, nem olyan hosszú. Az is vagy 4 óra, vagy nem tudom mennyi. Hát 5. Igen. Az éjszakát azt nem éltem meg. De arra emlékszem, milyen volt a klímás autóból elősz. Tehát elindulsz tudod reggel 5-kor eléből, minden patika, érted, kocsiba állítva tudod a klíma, minden. És úgy tudod, mint hogy 11 dél körül így megálltunk pisiálni. Kiszállsz? Akkor én vezettem, azt, hogy kinyitottam az ajtót, tudod, így... Mi a faszom? Tudod, a hólapáttal a meleg. Klém! Én pofám, azt úgy mentem, hogy az nem, mondom, takarodjába, az meg mindjárt odaragadok a betonra. Undorító meleg. Szörnyű. Az mikor voltatok? Micsoda? Mikor voltatok? Vagy 2000... De nem, hogy hónapra. Jó nyáron, júniusban. Ja, júniusban. 55-60 fok. A fullradban. Még amikor ki van írva, hogy... Megázban vizet osztottak az utcán. Igen, az olyan. Ki van írva, hogy 16 mérföld emelkedő. Mm. És akkor így nézed az ilyen vízhőfokot, hogy ó, ne váltsam már vissza, ne váltsam már vissza. Jó, de nekünk szerencsénk, hogy azért szoktunk ilyen szeptember, október, november menni, mert akkor azért úgy már elviselhet. De hogy az tényleg 16 mérföld emelkedő, és jó, az nem 16 kilométer, az már nem 30. Mm. Az nagyon más. És az megy főfele. Megy. És ez megy. A mennyi, 6 és hány tonna? Hát 7 tonna volt velünk együtt az egész kócerán. Ja, az a faszomat, az nem, igen, ez így nem volt meg, hogy 7 tonnás szarra húztok át, szóval a sivatagon bakker, öcsém. Zörömpöl, csörömpöl. Na egyébként az a kemény benne, én is vezettem sokat azt a lakóbuszt, és azért, tehát először pillanat, hogy a szara fékját nem fogasztott, hanem megnéztük a harmadik napon, hogy milyen nehéz egy 7 tonna, azt mondta, ja, hát akkor azért áll meg ilyen nehezen. Fogasszak, dolgozni kell. Igen. Hú, az ki, de. Dolgozni kell. Ja, de jó volt, megcsináltuk, amit meg kellett, most itthon vagyunk. 21-ig tavossuk a malmot, aztán 6-ig szabadság. Mindenkit hazaküldtünk a faszba. Nekünk is szabadság lesz utána. Ti legóztok egy jót, azt megnézzük élőben egyébként tényleg. Nézzétek rá, nem nézzétek meg az egészet, mert nagyon... Kommenteljetek nyugodtan. De láttam, miket raktok össze, és abból az egyik de nekünk is... De azt nem mondhatod el. Nem mondom, mert nem, abból az egyik nekünk is megvan, amit Pittyúnak kéne összeraknia még idén. Csak persze, mondom. Nagyon szívesen. Hát baromi nehéz megtippeljem, hogy melyik lehet az egyébként. Nehéz kitalálni abból a háromra. Rakni, csak nem most, hogy most valóta rakjék le egy kamerát. Igen, komolyan. Ahogy én szoktam. Jó, van, de bazagén ott lássogatjába fröccsel a kezembe legózgatom. Fúj, de undorító vagy, de öltöz föl. Valakinek azt is kell. Vegyél fel egy fejkamerát és úgy csináld, akkor nem látszik a pöcsön. Jó, de véletlenül lenézek, akkor... Akkor mit látják a nagy beledet, bazd meg, hát most... Minden szobor fölé kell a tetőt. Így van, ezért nem lesz baj. De nem, hát én otthon alapvetően gatya nélkül mászkálgatok. Tényleg? A ruhát, persze. Hát hogy a gyerekek nálam vannak, hogy izé úgy... Azért örülök, hogy a lakóbuszban ezt nem csináltad. Vagy valami, szóval nem, de most nekem... egyedül vagyok otthon, most ki a faszom látod. Nekem is szokásom. Nekem meg látod, meg csókolj meg a sárkányban. Tényleg? Lelettem tiltva a gyerek. Igen. Apa, vegyél fel pólót, mint aki vagy. Mennyi idős? Ja, azt kell kimondani. John Cena! Nem csak áll 3 éves lesz. Vegyél fel, boldogi vagy. De ez úgy, hogy ahogy kinyitod a szemed. Az kedves. Én alsogatjába alszok, kikelek az ágyba, vegyél fel pólót, de tudod még így a cúj mellett. Vegyél fel, boldogi vagy. Ilyenkor azt kell mondani, hogy apa, dagi, anya, szép, kész. És akkor... Igen. És így le van osztva. Igen. Igen. Ja, de azért örülök, hogy ti is megvattok, meg hogy minden jó, meg... És hogy megy az élet? Jó alakul a jövő évünk is szerencsére. Mindenkinek jó alakul, hál' Istennek, mert úgy néz ki, hogy azért csak sikeres évet zártatok ti is, meg mi is, de azért látod közben az ország, meg patarászik itt jobbra-balra. Most csak az autózás szempontjából mondom, nem feltétlenül akarok kitérni erre a témára, de mondjuk azt megkérdezném, hogy így a benzinbuli után, most én nagyon sok mindenkitől hallom, hogy tudod ez a tömegreakció, ami jön ilyenkor. Most nem a politikai részéről akarok beszélni, hanem tudod, így hallja az ember, hogy hallod, ez az elektromos autó az anya nem, mert fasság, nem? De tudod, azoktól, akik eddig mondták, tudod, hogy az mit adjad már, majd mint a guminő, meg minden, tudod, kezdték a hülyeséget, most majd kezdenek most gondolkodni. Most csak annyit tennék hozzá. Várjál, az egyiket cseréljük le. Aha, ja, csak én meg erre annyit mondanék, hogy Svájcban most tiltották be az elektromos autókat. Mert én tudok róla. Értem. Múlt hónapban töltöttünk egy elektromos tesztautót, ami ráadásul plug-in hibrid volt, mekkora szám, van egy saját töltőoszlopunk. Mennyi, mekkora számra jött ki? Ja, előző hónapban? Az 12-13 ezer forint. De az egy töltés volt. Abból autózta 30 kilométert se. Jaj, mert hogy ezt a Viktor, így. A Viktor most mesélte, hogy kiment hozzá Ausztriába egy barátja elektromos autóval, egy új ID6, mi az? Nem, EV6. Csak mondom a nézőknek, nem Orbán Viktorról van szó.
Nem, Balázs Viktornak hívják. Balázs Viktor. A múltkor kimondtuk Hergeli Mistó, hogy Fidesz, és az objektív mögül kimászott egy poloska. Ez komolyan mondom. Műsorba így ült. Ment leadni a jelentést. Abban a pillanatban ment, egyből intett, hogy tisztelegem, azt így már ment, és ki nem tudtuk elkapni. Balázs Viktor Ausztriában él, kiment hozzá EV6-tal a barátja, és ott a valami, nem tudom, ilyen parkolóban van ilyen lassan töltő, tudod, ez a 8 kW-tal töltő, ezért mondta, hogy szúrják rá éjszakára, reggelre feltölt, és akkor majd azzal lehet hazamenni. Ja, reggelre feltöltött, bejött az autóba, hazajött, majd 3 nap múlva hívta Viktor, de figyelj, megjött a számla, és 55 000 forint. Tessék? Hogy egy feltöltés 20-ról 90%-ra, Ausztriában 55 000 forint. Nézd, Pisti, az van. Hát az Pariban van amúgy az üzemanyaggal kb. Figyelj, mindenütt fújnák, odakint is ugyanennyibe került, vagy még többe. Mindenütt megy a fújás, és nézd meg, hogy kevesebbet autózunk? Nem. Tehát az az igazság, hogy ugye se Svájcban, se Franciaországban, se Szlovákiában, se Ausztriában. Én cseheknél voltam nyáron, ott is úgy mentek, mint a bolond, pedig ott nem volt ástop. Nem, az a baj, annyira része az életünknek az autózás, a munkának, mindennek, nem, hogy... a kibaszott politikán része az életünknek az a baj. Az is része, az is kurva nagy baj, de ugyanúgy kígyózó sorok voltak a benzinkúton másnap, mikor eltörölték az ástopot, mert menni kell, bazd meg, és ők nem tudtak elmenni előző nap, mert hát... Ezt most mondom, voltam tegnap a srácoknak reggel, nyugi, jövő hét hétfőre. Offőjel intézni lesz minden, úgyis lesz itt minden. Csak ennyibe kerül. Hát az a baj, igen, az a baj. Igen. De... az biztos, hogy nagy baj, hogy ennyire részévé vált az emberek életének a politika, ez mert ez is másképpen... Az is baj, hogy a jövedéki adót is visszaemelték, ugye szépen csak amellett, hogy nem az ástopot törölték el, hanem a jövedéki adó csökkenést is. Tehát, hogy azért nyilván lehetne ez ellen tenni, meg most... De hogy közben meg az van, hogy azt gondolom, akinek menni kell, az menni fog. Tehát, hogy mi például, az, amikor az ástopot bevezették ránk, az ugye nem vonatkozott. Igen. Annak ellenére, hogy, érted, annak ellenére, hogy egyébként egy olyan műsor, tehát hogy mi egy olyan gyártó cég vagyunk, aki autókat használ, tehát ugyanúgy, mint a taxisok, nekünk is járhatott volna alanyi jogon. Világos. A 480, mert hát ugyanúgy munkaeszköz az autó nekünk, mint nekik. Most csak a taxisoknál maradva. Tehát, hogy igazából eddig is tankoltunk, ezután is tankolunk. A kérdés az inkább az, én azt figyeltem, hogy volt egy-két importőr, nem tudom, figyelte, de hogy már nem teli tankkal adják oda az autót. Hát valószínűleg nem tudtak ők se tankolni, csak azt kell ebbe az egész nihilbe, meg ebbe a mocsokba azt kéne tudatosítani, úgy gondolom, nagyon sok embernek, hogy nyilván ez még rájátszik még inkább arra frusztrált, rossz kedvű létre, ami sajnos minket magyarokat jellemez. Hogy ilyenkor én erre szoktam, legalábbis nálam ez így működik, hogy gondolok arra a pillanatra, mikor nyáron így kicsit felnézel az égre, behunyod a szem, azt érzed, hogy a nap melegít, tudod. Vagy ahogy nevetnek a gyerekeid veled, vagy a harangszóra a faluba, hogy ezt egyik kis stílű pénzéhes politikus se fogja soha elvenni tőled. Csak ez a jó biztos. Isten. Igen. Az veheti el, hogy igazából a jó dolgokra kell gondolni ilyenkor, nem mindig erre. Igen. Mert van jó dolog az életben, ezek a pillanatok, hogy milyen jó az, amikor vagy belekortyolsz nyáron a hideg sörbe, hogy na szopjatok le ott a parlamentben mindnyáján. Érted? Hogy nekünk könnyű a rosszat látni, mert azért minden oldalról dől ránk. Igen. És itt kell embernek lenni, hogy ebbe, amikor a teleszárt biliből kibányászod a kis csillogó valamit, mert azt tetszik, na azt kell meg tudni csinálni. Aki autózni kell, akinek autóznia kell, az autózni fog ezen túl is, vagy megtanulunk gyalogolni, meg biciklizni. Igazad van. Én is azt szoktam mondani, bár tudod, ebből a szempontból végképp nincsen szavam, de én is azt szoktam mondani, hogy inkább a helyet tudod, hogy berik bele az emberek magukat egyre jobban a stresszbe, valahogy ki kell találni, hogy oldod meg, azt menni kell és tovább. Ezt nem fogja helyetted más megoldani. Igen, az van, hiába pöröghetek a fejemen, vagy szónokolhatok reggelente, hogy minden szar, az a baj, nem lesz jobb. Lehet én vagyok, tudod, a birka ember, aki bégetve tovább megy, de akkor az vagyok, ez van. Nem de tudom, nem, de hát figyelj, hogyha ha nem pörgeted bele magad, tehát hogy a legnagyobb probléma az ott követik el a legnagyobb problémát az emberek, hogy mindig csak a szart veszik észre maguk körül, pörgeted bele magad ebbe, igen. És ahogy egyre mélyebbre mész ebbe, onnan egyre nehezebb egy-egy pozitív dolgot is igen. Jónak látni, és már az, ami valójában jó, már azt is szarnak látod, na, és ottantól van a baj. Igen, csak sajnos nem segít a jelenlegi feszhangon. Nekem egy tanácsot adhatnék mindenkinek, az lenne, hogy ne nézz tévét.
meg... Ne hallgass rádiót. Igen. Ne olvass hírportálokat. Könyvet olvassa. Azt mondjuk, igen. Azt. Ne nézzél tévét, ne hallgass rádiót, azt a zenét hallgass, amit szeretsz. Vigyed magaddal a telefon. Hidd el, hogy annyival jobb lesz az életed. Az biztos, ezt tudom amúgy támogatni. Nem maradsz el a világ végére, mert ez úgy jön majd. Igen. Nekem, mikor megszületett a gyerek, ugye 2,5 éve, kicsit több, nem lehetett tudod duhajkodni otthon. Úgyhogy én is így visszaszoktam az olvasgatásra. Ajánlom, egyébként teljesen más feeling. Mai napig. Meg gyakorlatilag, ha az ember úgy érzi, hogy végtelen content van az interneten, meg a streaming platformokon, akkor még nem látta, hogy hány könyv van a világon. Ezt akartam brutál mondani. Brutál cuccom, úgy iszonyat kemény. De tény, hogy ez egyébként egy jó dolog, ami ki tud szakítani. Én is próbálkozom vele, mert mi meg mit tudunk csinálni? Annyit tudunk csinálni, hogy tudod, mit tudom én, elbaromkodunk, meg elmesélem, hogy mit csináltam reggel, azt kurva vicces, és legalább annyi ideig kiszakadnak az emberek belőle, vagy néznek egy autós videót, vagy bármit. Én is mindig... Elenyes vagy. De most miért? Én is... Na, tehát én most elhiheted azt, hogy szerintem ez nem... Ez egyáltalán nem egy negatív visszajelzés. De őszintén, amikor én Speedzone videót nézek, valami keveset akarok hallani amúgy olyan nagyon mély dolgokról, meg úgy szarok igazából az autóra, azt élvezem, bármelyikőtök beszél róla, meg ilyenek, tudod, de így a tartalmat fogyasztom, hogy elmosolgok, mikor nyomtok egy viccet, tudod, a kocsi meg olyan, hogy oké, hallom, jó. Kerülni kell a politikát. Azt el kell kerülni, ezt mindig mondom. Ez rohadt nagy felelősség nekünk, tartalomgyártóknak is. Én nagyon igyekszem, de azért nyomás az van. Én azt gondolom rajtunk, meg rajtatok is, hogy mégiscsak pont amiatt, ami miatt influencernek is gondolnak téged is, vagy minket is, amiatt akarják hallani tudod a másik véleményét. És akkor azt mondják, tehát az is hamis, amikor azt mondod, hogy mert mi van, nem tudsz gondolkodni. De tud gondolkodni, de tudod, van olyan is, aki megveszi tudod a telót, és utána akarja tesztet róla. Az. Mondd el, hogy jó volt. Hogy jó a kocsiba is biztos. A saját. A véleményedet is ezért akarják hallani. 70%-ban olyan emberek írnak nekünk, akik már megvették az autót. Igen, és akarják, hogy legyen róla teszt. És amikor megírjuk, hogy ne vedd meg, mert az nem jó, de kikérik a véleményünket, hogy te megvennéd azt, és megírjuk, hogy nem, ezért, már megvette, és akkor utána jön a izé. Nem, az meg azért, mert nem tudom én miattom, én nem kell azt mondani róla, ez hogy... Ez az önigazolás. De ez kell, igen. Nyilván akkor bocs, akkor írd azt, hogy megvetted, és akkor írunk olyat, hogy nem baj. Persze, senki nem kíváncsi erre a te fajta véleményedre, a politikai álláspontra. De valaki egyszer megkérdezi, mondom, az meg a parlamentből csináljunk akkor egy ugrálóvárat, és csatolnak vissza Ausztriához. Kész. Ez. De az, hogy de nem, ez is hidd el. De nem kell erről beszélni. Nem, mert nincs. Nem elég a sokszor, ami egész nap így fröcskör rád. Hát házamész, érted, korpás a hajád, a mocskos a ruhád. Minek beszélni erről, amikor vagy az van, hogy egy véleményen vagytok, még jobban belehergelitek magatokat, tehát az se jó. Ha nem egy véleményen vagytok, akkor úgy összevesztek, hogy soha többet nem beszéltek, az se jó. Családokat basszét a politika. Tehát, hogy igen. Mi otthon nekünk... Ott ül a húsleves mellett Gyurcsány meg Orbán. Ha ne üljön, az én házamban nincs keresni valója. Én megértelek, ez is egy álláspont, amit én is amúgy képviselek. Én a tartalomgyártói oldalon nem értem sokszor azt, hogy azt látom, hogy ilyen 20-30 éves, mondjuk nevezzük úgy, hogy ezzel most elmondom magamnak, hogy fiatal srácok, mert ugye hát van, aki 40 évesen is se így néz. Mi már búmerek vagyunk. De 20-30 éves fiatal srácok, érted? Olyan dolgokkal foglalkoznak, az az életük, meg a témájukban, az meg ugye mindenféle ilyen budi mellett található újságot olvasnak, meg olyan internetes oldalakat néznek, az meg, amik tudod, szerintem nem tudom, ő nézi, meg még valaki. Igen. És akkor arról beszélnek, hogy itt micsoda izék, hazugságok van, tehát ugye ez nagyon sok YouTube csatornán, meg mindenhol téma. És tudod, én is úgy gondolom, hogy jó, persze fontos beszélni, fel kell fenni az emberek figyelmét, meg harcolni kell, meg forradalmálkodni kell, meg mit tudom én, de nem, szerintem ez nem mindenki dolga. Abszolút. Ez a dolog. Én nem mindig neheztelnek, mikor azt mondom, hogy én nem érzem magam ehhez kvalifikáltnak se, hogy én ebbe így belepofáznak, tudod? De ez egy tök fontos dolog egyébként. Én is azt gondolom, hogyha egyébként bármelyikünk kitalálná, hogy akkor most kezdjünk el politizálni, alapvetően azért szerintem nálunk nem sok olyan ember van, aki felelősség teljesen azt mondaná, hogy jó, én szívesen belállok ebbe, mert igen, van annyi tudásom hozzá, hogy megszólaljuk. Politológiát, dolgoztam ebbe a közegbe. Nem akarok vele foglalkozni. Ez a baj, hogy sokkal több Orbán meg Gyurcsány jön szembe az interneten, mint József Attila meg Radnóti. Na ez a nagy baj. Hát ez így is meg lesz. Több aszteroida, mint Pilinszky. Nekem az új kedvencem egyébként a TikTokon a sok kriptós.
Annyi kriptó, annyi kriptós videó. Na jó, én ezt most rövidre zárom ezzel azzal, de nem azért, hogy nem, hogy baj, hogy mondod, de ahogy Pista mondta vala, ez egy boomer podcast, ez van. Nagyon sajnálom, én is ezen a véleményen vagyok, de... De nem, de hogy nem... De a legjobb a Biaman. A Biaman, a zseni a csávó. Mutattam a Biaman. Gyűlölöd a munkádat és szárnak tartod? Akkor rohagy benne halálod végéig. Életed végéig. Biaman. Azt mondja a csajot, hogy az ágyba kérné a reggelit? Mondnak, hogy aludja akkor a konyhába. Légy férfi. Az a zseni, a Biaman zseni. Tudod, hogy van könyve? A Biaman könyv. Leveszi az a... Takarod. A Biaman könyv, be kell férni. Azért kell legyen TikTok azért a csatorna. Az istentelenség. A TikTokon kurva sok jó dolog van. A narkókártel pilóták csatornája megvan? A mexikói narkókártel pilóták csatornája? Nekik is van TikTok. Hülye vagy? Van, ez olyan content, hogy nem hiszed el, az meg. Azt a kurva. Better luck next time, Federales. És éppen szállnak fel egy jelélekvesztővel, hogy... Egy jettel a dzsungelbe, érted? És better luck next time, Federales. Üllek fel a gépbe egy ilyen valami régi szakadt Piperbe, de így lógnak belőle a vezeték, meg minden, és így fordul körbe a csávó a kamerával, közben szól a krimtől a kokain, és fordul hátra, és hátul a nagy pakettek berakva. Üllek eddig izébe, kendőbe. Ugye nem hiszed el. Ez nem, mint ez a két hír most, nem itt Magyarországon, hogy a rendőrkutyák, izé. Azt láttátok, de a legnagyobb duma, megjöttek a rendőrkutyák. Igen. te jó, semmiség. Azért az Darwin díj. Szerettek bujócskázni, még úgyse kaptuk el. Hát sok volt. Mi az Darwin díj volt? Legalább a narkósok azok tudták, hogy nem kell mindent felnyomni. Igen, vannak gondok. Ez a vígyogtam. Figyelj, kellenek emberek, akik kicsit pozitívabban gondolkodnak. Lehet, hogy azt, hogy mondanak ránk rossz dolgokat, vagy mondják azt, hogy jól van, majomkodjál az autóddal, vagy játszál akkor, stb. Mondanak ilyeneket. Én ezt elfogadom egyébként, ezt teljesen elfogadom. De te jól érzed magad? Én a legtöbbször igen. Most kérdezzük mi a Pistit. Nyugodtan. Nem, a legtöbbször igen. Tehát, hogy jó helyen érzed magad, jól vagy magad. Ha én elégedetlen lennék az életemmel, az egy igen nagy fasság lenne. De ugyanúgy elérné a szar, meg adhoz engedni. Elér az ember magához engedi a szart. Én ezt nagyon sajnálom, mert azok a nézőink, akik az eleje óta ott vannak velünk, azok nem érdemlik meg ezt, de azzal szoktam védekezni, hogy 50-60%-át a napunknak live-oljuk. Úgyhogy hát férjen bele. Hadd legyen benne. Tényleg egyébként ennyit live-oltok? Hát mit tudom én, hát most nem tudom, hogy mennyi számít normális munkaidőnek egy nap, de én ugye átlagosan egy 5-öt live-ba vagyok. Basz. Mert ugye reggel egy órát, délután meg 4-et, van, hogy 5-öt. Mikor, hogy? Úgyhogy, ja. És akkor mellette még gyártjátok a videókat? Igen, de ez minden hétköznap. Szóval azért mondtam a srácoknak, hogy sajnos egy mellékhatása annak, hogy sok kontentet akarunk csinálni, hogy mindig látszol. És hát igen. Van, amikor ugye szarnapod van, meg van, amikor nem tudod, mert ugye a live-ból nem tudod kivágni, és most Istenem átszakítja a határt egy héten két ember. Hány éves vagy, Pisti? 34. Most ha találkoznál a 17 éves magaddal, igen. Mit tanácsolnál neki? Pum, ez a legrosszabb kérdés, ezt állásinterjúban is mindig beszap. Mikor volt a te állásinterjúban, az meg legutóbb, amikor a Kellogg-hoz akartál elszerződni, az a konfliktet. Mit mondanék a 17 évesen magamnak? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Biaman. Negyedik felesnél álljál meg. Igen. Én azt biztos, hogy mondanám, hogy sose voltam az ellenkező, de hogy még bátrabban. Biztos, hogy azt mondanám magamnak. Mert minden... Nem nyuszi voltam, csak minden nagyon-nagyon nehéz döntést, meg nagyon fontos nehezen döntést, nehezen hoztam meg az életemben, és utólag visszanézve rajtuk, hamarabb és még magabiztosabban kellett volna meghozni, de máshogy nem csinálnék semmit. Ezen kívül. Na, de... Csak könnyebben átlendülnék a problémákon, mert mikor az utat látod, érted? És így elképzeled egy villanásra azt, hogy ezt mind kihagytam volna, akkor ez a... De figyelj. Nem véletlenül van az autóban kicsi visszapillantatókör, meg nagy szélvédő. Ami mögöttünk van, az csak kicsi benézi. Jogos. Előre kell többet látni, nem hátra. Az már mögöttünk van. Igazad van. Jó azt nézni, de egy ilyen kicsibe csak. Jó, ez volt, de... Hát tudjad azt, hogy honnan jöttél, pont annyira érdemes látni, nézni. Igaz. Ez teljesen igaz. Na, de a lényeg az, hogy jó helyen vagy akkor. Jó, köszönöm szépen a kérdést. Hát akkor jövőre akkor megbeszéltük. Jó, sziasztok, jövőre együtt megózunk. Jövőre ti hozzatok ajándékot nekünk. De tőlem nem szoktak kérdezni, ez tök jó. De baszki, csinálj már meg azt, hogy szavazzák már meg az emberek, hogy melyik szettet rakjuk össze.
Figyelj, ezt nem, mondom, nem. Jövőre azt... megcsináljuk, nézd, ezt megcsináljuk, akkor is megcsináljuk, hogyha... Jó, hát megvesszük, hát leszárom. Hagyja már, ez easy. Hogyha tehát ha nem a nagy LEGO streambe, akkor csinálunk plusz egyet, nem érdekel. Jó. Akkor is megcsináljuk ezt a versenyt, ez deal. Ezzel nincsen gond. Egy kérdésre válaszoljatok még, miért elmentek, mert ez nekem nagyon fontos. Keverjük már meg, hogy én vagyok a Pistivel, te meg a Janival. Az mekkora lenne, ugye, majd borítottuk el. Nincs összeszokott csapat. Ajaj. Na ott lenné a gond. Jó, ezt kidolgozzuk. Ez rosszul jársz. A lényeget kimondtuk, tehát hogy lesz, az, hogy lesz, azt megbeszéljük. Azt jelentem meg nekem. 2023-ban nagy köpcentis benzines autót még vennétek? Csak azt. Ja, semmi. Persze, vegyél, be a man. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Egy élmény volt benne. Köszönjük szépen. Köszi szépen. Köszönjük.